that it's hard not to look past what is real and what is fake and the risk we have to take. Thank you.
is a question to ask. There are so many choices that it's hard not to pass. What is real and what is fake? And the risk we have to take. Will we know what is throwing us? We need higher. We have built up on the all.
Láthatatlanba. Hölgyeim és uraim, eléggé félre sikerült a zene. Nem gondoltam volna, hogy gyakorlatilag ismételni fogja saját magát, de nem baj, ez az én saram. Ezt le is kapcsoljuk szépen, és köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game, és a Green Hell-nek a harmadik epizódja, hölgyeim és uraim, a fekete háttér után következik. Le is hozzuk szépen a játékot, már is indulunk a verzió 2.0-val. Szevasztok fiúk, lányok, mindenkinek fantasztikus hétfőt kívánok, remélem, hogy ideér mindenki így a videó kezdésére. Egy picit gyorsabban kezdünk, hamarabb felkészültem, stb. Tudjátok, hogy hogy van ez. Beszéltem arról, hogy lehet, hogy változtatni fogunk, így a csatorna, mármint az ilyen élő közvetítések előtti szakaszban. Ugyanis tervezek majd olyan zenéket behozni, amiket kapni fogok emberektől. Hogyha ez megtörténik, akkor mindenféleképpen látni fogjátok, illetve hallani fogjátok. Na! Szevasztok, szevasztok, mi újság van veletek, hogy telik a szünet már, akinek szünete van? Ez lenne így az első kérdésem, utána bele is fogunk vágni a játékba. Csak összegezzük még szépen, hogy mi történik és hogy miért van most Green Hell 1. Ez egy fantasztikus túlélő játék, kellő nehézséggel, kellő kihívással és kellő... titokzatossággal, talán így tudnám megfogalmazni, kellő titokzatossággal, mert... A játék nem árulja el magát, tehát hagyja, hogy a játékos szépen kitapasztalja, hogy menjél, próbáld meg, éljél túl, mentsél, halljál meg, töltsd vissza, próbáld meg még egyszer. A játék egyáltalán nem fogja a kezed, a játék engedi, hogy úgy szenvedjél, és a Green Hell-nek egyetlen egy feladata van, 20-30 alternatív módon megöljön téged. Ez egy nagyon-nagyon barátságos játék. Rosszul egész nap fát vágtam, az micsoda testmozgás. De legalább egy erősödsz, kettő van mivel tüzelni, három végeztél és most már tudsz live-ot nézni, úgyhogy megvan ennek is az előnyös része. Na, köszöntök szépen minden újonnan érkező hölgyeim és uraim, és akkor bele is vegyük magunkat szépen így a Green Hell-nek a világába. 2.0.2.0-nál vagyunk. Az azt jelenti, hogy az első nagy frissítés megérkezett a játékhoz, mint ahogy azt a címben is láthatjátok, gazdagabb lett az élővilág, bejött néhány opció és a játék készítői, szépen lassan, finoman kezdik el kicsurgatni nekünk azokat a kis gyöngyszemeket, amiből majd az egész nyaklánc állni fog, Grihának fogunk nevezni. És a mostaniban az állatvilág lett gazdagabb, a mostaniban építkezési alternatívák lettek gazdagabbak, amire fogunk kezdeni. Szeretném továbbvinni azt, amit az előzőekben elkezdtünk. A kokain farmnál voltunk, szóljátok, hogy a hangos a játék, mert akkor lejjebb veszem. Csak nekem feljebb kell húzni egy kicsit a hangerőt, hogy halljam azokat a rohadt pókokat meg skorpiókat, meg kígyókat, meg minden egyes dögöt. Nos. Kicsit hangos a zene. Oké, a Schönz Audio. És akkor a musicot. A musicra ráhúzunk egy olyan ennyit. Accept. Yes. Oké. Na, akkor betöltjük a mentést. Ezzel kettő problémám van a mentés betöltésével. Mindig, amikor van egy nagy frissítés, előfordul, hogy rengeteg minden tönkre megy a játékban. Rengeteg minden bekressel. Igen, biztosan szeretném betölteni. Legutóbbi alkalommal, hogyha jól emlékszem, a kokain farm melletti barlangokba bókláztunk éjszaka, és majdnem eltévedtem a dzsindzsába, ami eléggé frusztráló volt. A játéknak elég sötét világa van éjszaka, és hogyha van rá módunk, akkor aludjunk szépen át az egész éjszakát. Nem történnek este olyan fontos dolgok, hogy nekünk fenn kell maradni, kivéve, hogyha a tábornak a fenntartása, vagy egy másik projektnek a teljesítése azt nem kívánja. Ugye akkor mindenféleképpen bele lehet csapni. Na, lássuk, hogy hogyan állunk. Oké, és pont éjszaka van, hát fantasztikus. Na jó. Mire is van szükségünk? Aktuálisan most békére is, nyugalomra. Lehet, hogy a mastert fel fogom venni. Igen. És már is hallom a tücsök ciripelést, hogyha esetlegesen hangos a zene, hölgyeim és uraim, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek, hogy hangos a játék. Na, kettő darab obsidian spearünk van, amit mindenféleképpen védekezésre, illetve állatvadászatra fogunk használni. Van egy stone axe-unk, valamint egy bow-unk, van egy kis nyersanyag elraktározva, van itt néhány leaf bandage, 10 darab szám szerint, illetve néhány obsidian kő, valamint még nyilak vannak, 7, amivel tudok szintén védekezni, főként az őslakosok ellen. 1,6 napig jó, még az a húsunk, és lehet, hogy mielőtt tovább megyünk, levadászok néhány állatot, annak érdekében, hogy
annak érdekében, hogy stabilabbak legyünk, legalább annyira, mint a magyar forint, és eléggé későre állunk. Milyen napom volt? Egészen jó, elég sokat, elég sok mindenre haladtam, így a saját dolgommal kapcsolatban. A How to Survive 2-t kívánom feldolgozni. A The Gamers Hungary oldallal egy partnerprogramban vagyunk, hölgyeim és uraim, és kaptam tőlük egy játékot, a How to Survive 2-t, és arról fogok készíteni egy olyan videót, mint a Mi is az a Fortnite. Ez van így a közeljövőben. Lehet, hogy még jobban feljebb húzom a hangerőt, mert ez így... eléggé frusztráló. Oké, most már jó lesz. Most már jó lesz. Remélem, hogy be fogok tolni ezektől a hangoktól. A papagájok azok nem jelentenek túlságosan nagy kihívást, illetve veszélyt. Azt nézem, hogy van-e itt valami, de nem, csak a mocsárnak a hangja zaklat fel. És egy eső. Miért is ne? Egyébként lehet, hogy nem kellene itt gecsoljak, hanem tovább kellene mennem, attól függetlenül, hogy nincs valami túlságosan sok kusom. Ott van egy fókusz. Figyelni kell folyamatosan a játékra, hölgyeim és uraim, és a shift nem egy állandóan lenyomott billentyű lesz. Hello Poko Korbács mestere, nagyszerűen! Köszönöm szépen a kérdésed. Megnézzük, hogy hogy állunk. Szükségünk van egy kis zsiradékra, a kókusz nagyszerűen fog nekünk ilyen téren szolgálni. Megisszuk, ami benne van, valamint ketté fogjuk szedni. Ketté tépjük puszta kézzel a kókuszt, mert annyira kemény csávok vagyunk. Ne, harvesteltem mi. Igen, arra jó, hogy meg tudom enni. Szuper, és ezt is megesszük. Ezáltal kaptunk ilyen kókuszhéjat, amit viszünk magunkkal. Itt van még egy üres szlotom. Van itt tobakó, van itt bandázs, van itt unnott herbs. Nagyszerű. És szerintem aludni fogunk. Lemegyek szépen ide. Átalusszuk ezt az éjszakát. Jól állunk mindennel kapcsolatban. És reggelig. 2, 3, 4, 5. Mondjuk 6 óra. Ó, sokkal jobb. Sokkal, de sokkal jobb. Most már minden sárga. Nem elég, hogy kék volt eddig, most már minden sárga. Oké, a tűzünk az kialudt úgy, ahogy neki az kell. Megnézzük, hogy állunk. Egy kis vízre van szükségünk. Azt a kókusz felvesszük. Valamint ezt is. Szerintem 2 elég nekünk. Oké, tele vagyunk. Jó. Szerintem készen állunk. Igen. Készen állunk a nagy utazásra, hölgyeim és uraim. Mi volt ez a hang? Na mindegy, itt az utat eléggé benőtte a Jinja. És szeretnék lendületesen haladni, mert itt elméletileg ez eléggé biztonságos terület. De azért óvatosan kell mozogni. Leszedjük ezt a bogyót, a szénhidrát véget, meg a víz véget. Jössz valamikor Erdélybe? Nem hiszem. Úgy a közeljövőben nem tervezek Erdélybe látogatni. De mivel vannak néhányan az erdélyi nézők közül, hogyha megyek, akkor mindenféleképpen csinálunk ott valami találkozót, mondjuk valami központi helyen. Mondjuk Csíkszeredám. Az ott nem lenne. Oh, hello, tatu! Itt egy tatu, ez egy új állat, hölgyeim és uraim! És beletört a láncsám? Nem. Csak olyan hülyén állt meg. Nem mondom, hogy mi a helyzet, most már nem tudom megnyúzni úgy az állatot, hogy ne legyen nálam kés. Ami eléggé elszomorító, mert ki kell dobnom valamit. És ezt az obsidian, az egyik obsidian spear-t fogom kidobni. Rosszabbat. Visszamegyek oda a táborhelyhez. És beleállítom a földbe. És megpróbálom megjegyezni, hogy ott van. Talán ez egy jó stratégia lesz, nem tudom, meglátjuk. Nagyon remélem, hogy nem találkozok semmi olyan dologgal, ami esetleg kedvemet szegné így a játéktól. Ez dohány. Ugye? Ez dohány. Tobacco leaf. Próbálj meg leharvesztelni, hát ha beleférnék az inventorinkba. Unknown herbs. Nem baj, az is jó. Az unknown herbs is jó. Közben figyelek, hogy van-e esetleg őslakos aktivitás. Ide így beledobom. Nagyszerű. Használtam már, hölgyeim és uraim, a korábbi szakaszban. 2 kőből kell ki is csinálni. Stoneblade.
Használtam valamikor régebben lándzsát ilyen jelölésre. Spill legyen nálunk, mert ha jön valami nagy macska, akkor arra fel kell készülnünk. Kajával jól állunk, szerintem még tüzet is tudunk gyújtani a következő állomásunkon. Igyekszek eljutni a lehető leggyorsabban a halászkunyhóig. Ez az, most már tudom harvesztálni. Lássuk, mit ad a tatu? Jó sokáig boncolod, haver. Harvesting enables plusz egy amillion meter rav... Egy? Miért? De úgy látom zsírban gazdag. 21 óráig még jó a másik hús, és el is tűnt. Semmi más nem kaptam? A páncélját nem tudtuk? Nem tudtuk. Nagyon jó. Oké, ők is kellenek még nekem. Ezek a disznók. Ugyanis húsból nincs valami sok, és megpróbálom őket levadászni. Megpróbálom őket szépen csendben becserkészni, hölgyeim és uraim. Kontrollt lenyomva. Ahogy csak tudom. És hogyha guggolva megyünk feléjük, akkor elméletileg az agynövényzetnek a csörgése nem fogja annyira felidegesíteni őket. De hova lett? Micsoda gyönyörű táj! Biztos, hogy nem fogunk oda a mocsaras részhez lemenni. Esetleg vásárhely? Nem tudom, csak mondtam egy települést, amit ismerek. De úgy konkrétan nem tudom megmondani, hogyha Erdélybe mennék, akkor hova mennék. Ja, egyébként mindenkinek előre szólok, hogy lagok számíthatók, ugye a játékon belül. Elég erőteljesen. Ez sajnos velejárója. Amikor kijön egy ilyen frissítés. Rám tapadtak ezek a kis szutykok. Lássuk, hogy hol. Hol vagytok? Itt vannak. És még mindig van egy, vagy kettő. Ugye, hogyha alacsonyabb nehézségi szinten játszunk, hölgyeim és uraim, egy kis fehér karika jelezni fogja ezenek a piócáknak a helyét a testünkön. Ami azért egészen jó segítség. Hol a bubánatban van az út? Eddig eljöttem. Próbáljam meg racionálisan gondolkozni. És itt átvágva a dzsungelen. Valamilyen irányt megcélozni, az ott útnak tűnik. Ugye? Ott egy iguána! Ó, vannak ilyen hülők is most már! Szevasztok, sziasztok, köszöntök minden új nézőt! Ez itt egy nagyszerű spot táborveréshez. Bár mondjuk nem kecsegtett túl sok jóval. A térkép aktuálisan nincsen megnyitva, úgyhogy hasraütésszerűen fogunk haladni. Azt a gyíkot majd levadásszuk. Ott még mindig bambusz van. Megpróbálok a part mentén közlekedni. Oké, megvan a paradicsom. Ezt a területet, ami itt van előttünk, hölgyeim és uraim, Paradise-nak hívja a játék. Valószínűleg azért, mert iható vize van annak a környéknek, de nekünk nem erre van szükségünk, hanem arra az útra. Nekünk szükségünk lesz egy út. Megvan. Oké, nagyon jó. Hol vesztünk? Ja, ott kanyarodik az út. Oké, minden világos. Hello, haver. Kettőből kettő. Remek. És harveszteljük a következőt. Úgyhogy Erdélyel kapcsolatban még nincsenek válaszok, hogy menni fogok-e, hogyha megyek, akkor mikor megyek, meg hogy hogyan megyek. Ez csak egy ilyen jövőkép, srácok, lányok. Ha lesz rá igény, meg hogyha annyi ember össze fog gyűlni Erdélyből, hogy csináljunk egy ilyen közönség találkozót, és simán el tudom azt is képzelni. Oké, biztonságosnak tűnik az út. Ez a játék illúziója egyébként. Hogyha valami biztonságosnak tűnik, akkor ne nagyon higgyünk a játéknak. Oké, szavasz, haver! Te rendetlenkedsz nekem? Nesze! Nagyon paráztam, hogy megharap a kígyó, főleg azért is, mert nagyon-nagyon messze vagyunk az ágyunktól. Akkor a legjobb azt a tanácsot adni, hogy kövesd az utat, amikor nincsen út. Így van, a játékban mindenféleképpen maradj az úton.
Animal Harvesting, újabb pontot kaptunk rá, hogyha elérjük a szint, idézőjelben a szint lépést, így az Animal Harvesting-el kapcsolatban, akkor sokkal több alapanyagot ki tudunk nyerni az állatokból. És most már nem nyomom a shiftet, és gyönyörű látvány fog a szemünk elé tárulni. És eljutottunk ide épségben. Ott a hús! Ott a hús! Mi nem sejti, hogy esetlegesen vacsora lesz belőle. Ez az! Nagyon szép! Ezt is leszhetik. Jó, húsunk lesz rengeteg, hölgyeim és uraim, aminek nagyon örülök. És mutatom, hogy milyen... Jó, oké. Túlterhelés van a játékban, ami szerintem egy reális, de annál kellemetlenebb. Oké, van itt valami még, ami csipog. Aha, értem. Szóval nem hagyja a játék, hogy én az önrendelkezés jegyében telepakoljam a táskámat, illetve olyan fizikumunk van, hogy nem bírunk el ennyit. Nézzétek, milyen lassú, amikor tele van az inventory. Borzalmas, borzalmas. Tehát most már nem működik, hölgyeim és uraim, az az elmélet, hogy mindent szedjünk össze és mindent vigyünk el A-ból B-be. Elmondom, hogy hol vagyunk. A térképnek a nyugati pontján vagyunk, az annál a folyótorkolatnál, ami a tengerbe ömlik. Én ezt a folyótorkolatot szeretném megcélozni. Csak először kipakolunk néhány dolgot a táskánkból, sőt, megesszünk néhány húst. Azt hittem a... Jó, oké. Ezt is megesszük. 52 kiló. Mi az, ami nagyon sok? Oké, a fegyverek. A húsa sok. Nem már. Kokusz! Hány kiló vagy? Megisszuk. Szétszedjük. És megesszük belőle a húst. Rothadt, nagyszerű. Tehát most már rohadnak el fel a kokuszok. Remek. Akkor rohadt vizet ittunk? Ezt is megisszuk. Ez jó, ez tiszta. Szétszedjük. Remélem, hogy nem lesz rohadt. Tehát most már nem lehet kókuszt raktározni. Megesszük. És megesszük. És 50/50, ami még mindig nem komfortos. Nincsen súlyuk ezeknek a cuccoknak. Hájó. Elvesszük. Felvesszük. 50/50. És mindig nem tudok normálisan mozogni. Egy kilós a kő. Miért megyek mégis ilyen lassan? Mert a határán vagyok. Ó, nem áll, gyerekek. Harvest. Akkor rostokat szedjünk össze. Oké, tele vagyunk. Egy kiló az a levél! Jesus. Hát ez azért eléggé... Kicsapja a biztosíték. Ki kell dobnom bandást? Vagy obszidián követ? Igen, ezért is egyet kidobunk. Jó, oké. Ezért is fontos a bázis, ezt követően. Na, nem tudunk ugrani? Nem. Nem tudok ugrani. Szaladni sem tudok. Na mindegy, követjük ezt a folyót. Szaladni tudok, bár mondjuk indokolatlanul lassan. Miért szaladok ilyen lassan? Ez nekem új információ. Nincs a lábamon valami? Mondjuk valami tatúi belém kapaszkodott? Nem, a lábam az teljesen fix. A karom. Ez is jó. Másik karom. Hát akkor nem értem. Nincsen tele a backpack. Stick. 46. 45. Na! Oh! Hat hörcs! És itt óvatosan, mert itt lehetnek kígyók. Azt gondolkozok, hogy meg kell kerülni... Valószínűleg igen. Valószínűleg meg kell kerülni ezt a... Hello, srácok! Most nincsen rátok szükségem. Ott is van! Ott is van. Tehát megvan az a gyönyörű szép virágos rét, amit láttunk. És kicsit tovább jövünk. És találunk itt egy nagyon szép építményt. Itt is vagyunk. Megérkeztünk. Ezt nem mutattam még nektek, hölgyeim és uraim, de ez az elhagyatott halászkunyhó, és itt a folyóparton kívánok egy nagy tábort létrehozni, és lehet, hogy nem ezen az oldalon, hanem a túloldalon, mert ott azért van rengeteg bambusz, de lehet, hogy mégis csak itt verünk tábort.
Na, hogyha lesz elegendő sík felület, akkor majd megmutatom nektek az elméletemet, hogy hogyan lehet szerintem a legbiztonságosabb bázist létrehozni. De valószínűleg a játék nem fogja ennyire megkönnyíteni a dolgomat. Ez béka volt. Lich! Az előbb pedig végignéztem magam. Ott vannak. De még mennyien vannak? Oké. Okay. Ja. Akkor először is, ami nekem kell, piranya van benne, most már tudok hal csapdát készíteni, és így próbálom meg a protein szükségletét a karakteremnek, nekem, finanszírozni, valamint van itt egy ilyen vízszűrő, ami gondolom retkes vizet szűr, szénnel, kövekkel, meg hasonló elmélettel. Mi van itt? Orange juice. Meg matrac, egy kis chemotox-szal. Hello, Isti! Jó vagyok, Lord Kevin, köszönöm szépen! Halé, most jöttem az órában, van az az iránytű, lehet, hogy már mondtam az elején, csak lemaradta. Igen, itt van. 13 óra van, nagyszerűen állunk. Mivel van itt matrac, ezért nem annyira parázok, hogy nem tudok hol aludni. Inkább amit szeretném mutatni, illetve amiről az mostani élő közvetítés fog szólni, az mindenféleképpen nem a táskám, hanem a notebook. És kicsikét átalakították a rendszer, besűrítettek ugye minden, valamint grafikailag is változott, valamint itt vannak ezek a frame-ek, amiket használhatunk, a falak, a keret, a tető, illetve a csapott tető, amiket használhatunk, hölgyeim és uraim, a táborunk kialakításához. Először is, hogyha már itt vagyunk, el kell döntenünk, hogy milyen bambuszt vagy nem bambuszt csinálunk. Szerintem nem bambuszt fogunk csinálni, mert itt elég sok fa van, amit le tudok esetlegesen harvesztelni. De hülye hangod van neked! Majd valami technőst kell kerítenem. Lássuk, hogy hogy állunk. Nagyon jól állunk, egy kis szénhidrát szükségletünk van, de láttam ott egy zacskó chipset, lehet, hogy majd így rápályázunk. Nos, először is, akkor meg kell terveznünk log és longstick, valamint a rope. Végre értelmet nyert, hölgyeim és uraim. Aha. Tehát oda nem tudom, ide tudom. És... hát ez eléggé sovány, haver, nem gondolod? Nem ez? Akkor lehet, hogy arrébb kellene mennünk, valami placot kellene keresnünk, ahol nyugodtan le tudjuk majd pakolni magunkat. Nem szabad szaladni, csak szépen, nyugodtan. Azzal az illúzióval, mint hogyha biztonságban lennénk. Célszerű amúgy a területet körbenyálazni, hölgyeim és uraim, hogyha elértek egy bizonyos ponthoz, és úgy döntetek, hogy ez a zóna megfelelő lesz drága otthonotokhoz, esetleg itt. Ugyanis, hogyha találtok egy csörgő kígyót például, az a csörgő kígyó mindenféleképpen ugyanarra a helyre... bepofátlankodik elém. Ugyanarra a helyre fog újra megjelenni. Lehet, hogy kijebb kell menjek. A túlpart az szimpatikusabb amúgy. Átmegyünk. Most még aktuálisan nem létezik konkrét vízivilág. És nem igazán vannak olyan veszélyek, amik ránk lesnek. Itt megnézzük, hogy hogyan tudunk egy bázist létrehozni. Még egyszer. Ki fogom futni az időből, aminek nagyon-nagyon nem fogok örülni. És bambuszban megpróbálunk csinálni. Egyetlen egy pont van? Errefelé nem is tudunk? Egyébként nem kizárt, hogy a játék készítői már kitalálták azt, amit én kitaláltam, és megpróbálnak tenni ellene a lehető leghatékonyabban. Hát figyeljetek, próba cseresznye. Lerakom, bár mondjuk oda is lerakhatom az elsőt. Ja. A túlpartra is lerakhatom az elsőt, és lehet, hogy egy... Hello, haver! Cső. Kop. Felnyitom a páncélját ennek a szerencsétlennek. Hello, köszöntök szépen mindenkit! Ura, neked melyik a kedvenc szuperhősöd? Nekem melyik a kedvenc szuperhősöm? Ad gondolkozok rajta egy picit. Közben megnézzük, hogy most már van egy ilyen technős páncél, hölgyeim és uraim, ami hasonlóképpen működik, mint a cooking pot. Tudunk benne főzni. Ami egy fenomenális dolog. Sajnálatos módon fákat nem tudunk kivágni, tehát ez a sűrű növényzet
nem igazán mondatja velünk azt, hogy mennyire boldogok vagyunk. Itt vannak, vannak virágok, lehet, itt lesz egy plac. Ó, igen! Ez az, és az kivágható fa. Nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű. Akkor nem vagyunk messze a kikötőtől, és eléggé a térkép sarkánál vagyunk, hogy a benszülöttek minket el akarnak kerülni. És jó lenne mondjuk akkor egy frémet le... Ó, mennyivel szebb. Mennyivel jobb, nem? De. És... meddig tudunk menni. Azt a növény még ott ki tudjuk vágni. Oké. Jó. Azt a növényt ott kiszedjük. Ez az. Vissza. Na. Megnyitjuk még egyszer, megcsináljuk a keretet. Eltűnt a növényünk, és elméletileg ide le tudjuk rakni. Oké. Jól állunk, azokat a növényeket szintén kiszedjük. A feladatunk az most, hogy logokat szedjünk össze a lehető leggyorsabban. Bár mondjuk elég sok cuccunk van a táskába. Na. Vágjuk csak ki. Oké. Egy log, két log. Gyorsan visszaszaladunk. Vízünk elméletileg van. Úgyhogy annyira nem parázok így a kiszáradástól. Megyünk rá a következőre, ez long stick. Long stick, bár mondjuk az is kell majd. Igen, az majd egy kicsit később. Lehet, hogy ide kidobálok néhány dolgot. Mondjuk ez nem kell. Ez sem kell. Hadd gyűjtse az esővizet. Hadd gyűjtse. Oké, nagyszerű. Kidobtuk azt, ami nem kell, hölgyeim és uraim. Néhány sticket elhasználtunk, mert mit kidobtuk a táskámból, és még mindig nem, még mindig nincsen könnyebb életünk, ez az érdekes. Unknown of herbs. Nyilak, remélem, hogy a nyíl az nem egy kilogramot nyom. DC vagy Marvel? Marvel. Hogyha le kell szűkíteni, akkor Marvel. Én Marvel párti vagyok, hölgyeim és uraim. Oké, ez megvan, jöhet ez is. Itt van még néhány fa. Ez nagyon jó. Valamint az is nagyon jó a játékban, hogy újra teremnek ezek a fák. Tehát kettőt kivágunk, akkor fel tudjuk venni ezt a három logot. Nyugi haver. És a harmadik, oké. Visszabandukolunk. Alkonyodik? Nagyszerű, az nagyon jó. Imádom az alkonyt. Egyszer. Kétszer. Long stick, oké. Ez még kell. Itt volt még long stick, ugye? Igen. Azt most nem tudjuk felvenni. Ez is itt long stick. Az ott egy, az nem, az ott egy sima stick. Jó, oké, kivágjuk akkor ezt. Jó, felvesszük. Négy darab long stickre van szükségünk kizárólagosan. Aha, le is pottyant, megvan a három. És akkor már csak egyre van szükségünk, és ahol kivágjuk a fát, ott elméletileg lesz még long stick. Nagyon idegesítő, hogy nem tudok normálisan haladni. Ezért ide kidobom az obszidiánokat. 5 kiló. Ja, ezek az obszidiánok eléggé nehezek voltak. Egyből, hogy meglódultunk? Uno, hol a chat? A telefon alsó részén, vagy pedig a képernyőnek a jobb oldalán. Van a chat. Kérem szépen. Az ott ki van vágva. Ott van egy kis unknown herb. Ez a felső rész lehet, hogy még szimpatikusabb lett volna. Na mindegy. Most már elkezdtük, most már befejezzük itt a bázist. Én mindenképpen Marvel párti vagyok, hölgyeim és uraim. A DC nekem eléggé távol áll a stílusomtól. Én Marvel párti vagyok, hogy a szuperhősökről van szó. Oké, meg vagyunk, nagyszerű. Meg vagyunk. Oké. Jöhet akkor egy kötél. Még egy kötél. Még egy kötél, és... gyerünk. Még egy kötél, nagyszerű, oké. Készen van. Most a következő lépésünk az lesz, hogy tetőt csinálunk rá. Legeslegelső feladatunk az lesz. A tetőt pedig pálmalevelekből szeretnénk. Find available place. Ó, ez az.
Nagyon jó. Kivágjuk egyből ezt a pálmát, szinte ordít, hogy szedjél össze. Kivágjuk őt is. Ez az. Oké. És jöhetnek a levelek. Dry leaf, az nem kell. És még egy, oké, nagyszerű. Rengeteg levélre van szükségünk, úgyhogy az ebetűtök technikailag meg fog halni, mire összeszeditek az egészet. Vannak itt még ilyen száraz levelek, amik aktuálisan nem kellenek, mert az tűzgyújtáshoz kell. De most elég sok felszerelésem van tűzgyújtáshoz, tehát attól nem félek. Esetlegesen. Oké. Energiával sálunk rosszul. Az is dry leaf. Ennyi volt, ami leesett? Az nem sok, de kevés. Na, srácok? Valaki érzékelni? Ugranom kell, ezt nem hiszem el. Oké, kész van, készen van a roof. Oké, ezt összeszedtük. Small leaf pile. Palm leaf. Ezt ide lerakom. És az első dolgunk az, hogy csinálunk egy ágyat, valamint egy tüzet. A tűz az, ami most nagyon-nagyon fontos. Hogy ugye meg tudjuk sütni a megszerzett húsunkat. Small fire. Aktuálisan erre van szükségünk, így. Mondjuk úgy középre? Legyen közép. Oké, small stick, és stickekből fogytunk ki. És alkonyodik. Szeretném átaludni azt a szakaszt, amikor jönnek ezek a predátorok, és megpróbálnak minket lezabálni. Valamint holnap is ezzel fogunk foglalkozni, hogy tovább bővítjük a kis kaibánkat. Csak szükségünk. Hallottátok? Ja, csak az égdör. Oké. Jó. Remélem meg tudom gyújtani. Triple fire starter. Use. Rakunk bele egy kis rostot. Legyen elég energiánk. Legyen elég energiánk. Ez az. Nagyszerű. Jöjjön! És itt a tűz. Az ember legjobb barátja. Ki is rakik ezt a hús, hadd süljön meg. Megnézzük, hogy a nagy épület építésbe. Szénhidrátunk az nem ment a békasegge alá. Úgyhogy megesszük ezt a kis bogyót, és ha jól láttam a horizonton, vannak még itt. Vannak még itt bogyók, amiket tudunk használni. Kell majd csinálnunk valami fákját. Nem tudom, hogy van-e valami lámpás, vagy ilyesmi. Ez az. Nőjön az épp elmélyűségünk, bár szerencsére nem vagyunk rossz állapotban. Hello Raptor! Köszöntelek! Kivágom még ezt a banánlevelet is, mert lehet kombóznunk. Eltört a fejszink? Oké, az jó kezdés. Akkor craftoljunk egyet. Kell akkor egy stone, kell akkor egy stick, meg kell akkor egy kötél. És meg is van az axunk. Hölgyeim és uraim, kinek lenne szüksége valamilyen játékra, amivel el tud játszani? Raptor, mi az, amit most hoztál nekünk? Hello István, köszöntelek! Egy kis szénhidrát nekem abszolút jól jönne. És kókuszokat kellene keríteni, mert a kókuszban is van az... itt van a szénhidrát. Hogyha nem akartok azzal foglalkozni, hogy berakjátok a táskába a különböző bogyókat, akkor egyszerűen csak jobb gombbal megeszitek őket. És technikailag megspóroltok annyi időt, hogy tudtok valahova kattintani. Nem szeretném valamikor Tropicót is játszani? Valamikor? Játszottam múlt alkalommal, és csődbe is vittem a szigetet, viszont tudtam olvasni a játékot, tehát rájöttem, hogy valójában miért buktam el, és hogyan buktam el, és majd következő alkalommal fogom orvosolni mindenféleképpen. Obsidian Stone. Kellenek még pálmalevelek. Valamint egy ágyra is van szükségem, egy ágyra is szükségem lesz. Csak először lerakom így a frame-et. Palme banana. Frame. Nagyon jó, el kell takarítanom azt a növényt. Sárga kerettel jelzi azt, hogy milyen növényt kell eltakarítsá. És én neki is megyek. Szélcsapom az arcát. Ó, nagyon jó.
Small Leaf Pile. Nem tudom, minnyi a szörög. De szerencsére nem is érdekel. Notebook. Ez az. Oké. Okay. Jó. Itt van a másik. Ez a száraz levelet szépen összeszedjük. Ez is száraz levél. Ez egy pálma levél. Ezt elvisszük, lerakjuk ide. És mielőtt még tovább mennénk, hölgyeim és uraim, ide egy ágyat szeretnék lepakolni. Mindenféleképpen. Egy ágyat. És lehet, hogy 6 kockából meg tudom oldani azt, amit én elképzeltem, vagy 8 kockából. Én nem tudom pontosan. De... de meglátjuk. Na, akkor. Vissza a notebookba. És ami nekem kell, a lakhatási körülmények fejlesztése. És itt is volt. Először egy ilyen egyszerű ágyat szeretnék lepakolni. És arra nem tudom? Nagyszerű. Oké, hát akkor majd széjjel szedjük. Akkor ide a tűzhöz. Lerakjuk az ágyat, és pálma levelekre van szükség. Szépen fel is kapunk annyit, amennyi kell. Nagyon jó, mert ez a kezdetleges ágy csak pálma levelek összehordásából készül el, és így... Ez mi a bubánat volt? Jézusom! Olyan volt, mintha összeszakadt volna ilyen gerendák, ilyen egymásra fakott gerendák. Nagyon jó, oké. Pálma levélágy megvan. Mennyi az idő? Valamint megsült a húsunk. Ez is megsült. Cooking skillünk emelkedett, és felrakjuk sülni. A többit már csak 8 óráig jó. Meg kell próbálni addig ébren maradni, hölgyeim és uraim, amíg nem sütjük meg az összes húsunkat, mert óriási veszteség lenne, hogyha így ránk rohadna. Az túlságosan nagy luxus lenne. Shadowrun Reuters, Dreadout, Lead and Gold, Gangs of the Wild West, Galactic Civilization 2 Ultimate Edition, Templestone. Nincs Rimworld kódod? A Rimworld az egy jó játék, gyerekek. Azt mindenkinek tudom ajánlani. Szénhidráttal jól állunk, egy kis zsírra van szükségünk, valamint fehérjére. És szerencsére van is itt nálunk. Megesszük, energiát is kaptunk, de zsírt nem. Viszont itt láttam kókuszokat. Ugye? Igen. Nagyszerű. Na. Oké. Megisszuk. És... harveszteljük. És megesszük. A kókuszból remek zsír mennyiséget, illetve egy kevés szénhidrát mennyiséget kapunk, ami életmentő lehet nagyon-nagyon sok esetben. Ez az egyik óriási előnye. A másik pedig az, hogy összegyűjti az esővizet. Indokolatlanul sokat és gyorsan. Tehát, hogyha van egy pont, ami tiszta, kipakolhatjátok nyugodtan a kókuszokat, és az esővizet belegyűjthetitek. Vízzel kapcsolatban rendkívül jól állunk. Ezt a pálma levelet elviszik a túloldalra. Oké. Okay. És gyűjtünk még össze néhány pálma levelet. Ezek kellenek majd a lehető leginkább, a lehető legtöbb. Rima sajnos nincsen. Szilvesztert kell megkérni, hogy adjon Rimworld kódot mindenkinek. És vágjunk tovább a fákat. Igen, azt olvastam a játékban, hogy kicsit erősítettek a hangokon. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy csörömpöléssel fog földre térni minden. Én eddig úgy tudtam, hölgyeim és uraim, hogy 2 logot kapok egy ilyen fából, de úgy néz ki, hogy nem. Ami eléggé meglepő. Újabb leech. Nagyon jó, az épevéjiségünket kockára tesszük ezzel kapcsolatban. Most, hogy ennyien összegyűltünk, mondani néhány dolgot, hölgyeim és uraim, méghozzá azt, hogy holnap újabb élőadás következik. Egy rendkívüli keddi élő közvetítés, aminek a tartalmát nem más fogja alakítani, mint a City Skyline Industries DLC, ami holnap jön ki 18 órakor, tehát valószínűleg egy később, egy 19 órás kezdés lesz várható, viszont megnézzük, hogy az Industries kiegészítőbe mi minden található, és hogy a játék készítői milyen csodával próbálnak meg minket elhalmozni. Nagyon-nagyon várom. Nagyon-nagyon várom. Nagyon örülök, hogy eddig eljutottunk. No space in inventory. Nem baj. Azt már nem tudom. Oké, ez long stick lett, és 2 long sticket ezáltal is kapunk.
ott bogyók vannak. Ezek kellenek, kell a keraszénhidrát. Körülbelül ez a növény jelenleg az új bázisunknak az egyetlen szénhidrátot biztosító forrása. Úristen, megijedtem, hogy elkezdett fényleni a gaj. Ezért nem fogok horrorjátékot játszani. Ezért nem. Na, ja, nincs energiánk. Lassan aludnunk kellene, vagy pedig még többet kajálnunk. Úgyhogy valószínűleg az alvás mellett fogok dönteni, hogy... Ez vagy egy pók, vagy egy skorpió? Oké, erre nem szabad jönni. Vagy meg kell ölni a pókot. Nem akarom, hogy itt össze-vissza szurkáljon. Na, hol vagy, fiam? Ha... valaki látja, szóljon. Ennél nem sok frusztrálóbb dolgot ismerek. Olyan, mint hogyha valami belemászta a füledbe és elkezdene kapargatni. Borzalmas. Gyere, meg is érkezett az első kulcs. Köszönjük szépen, Raptor, ezt az óriási támogatást a nézők irányába. Fantasztikus a munkásságod. Köszönöm szépen mindenkinek a nevében. Ott egy log. Ezt én döntöttem ki? Én voltam ez a barbár. Ha nem, akkor köszönöm a természetnek. Kell még néhány, az az igazság. Oké. Hogy állunk? Abszolút jól állunk, csak mondjuk pihennünk kellene. Úgy látom egyébként, hogy a játék... megint bogyó. Nagyszerű. Lesz itt szénhidrát. Szerintem mennyit fogunk összeszedni? Az a fa itt nagyon-nagyon logosnak néz ki. Na, gyerünk, dobd el a logot. Erről van szó. That's what I'm talking. Visszaszaladunk, kikerülve az összes madárpókot, vagy madárfogó pókot. Szerintem madárfogó pók. Azt hiszem, hogy a játékban madárfogó pókként hozták be ezt a szerencsétlent. Ezt kell. Ötöt magunkra tudok akasztani, és... és pont öt darab kell! Ó, köszönöm, játékkészítői! Köszönöm szépen! Ez nagyon jó. Oké, készül a kaibán következő eleme. Ja, hát akkor ugrálni fogok, hogyha másképp nem fogom észrevenni azt. Ez az. Kötél. Képzeljétek el, felugrik a csávom és gyorsan össze is köti. Nagyon jó. Frame completed. Újabb fantasztikus eredménnyel lettünk, gazdagabbak, hölgyek és urak. Elnézem, hogy áll a tűzünk. Meg... szétégettem a húst. Jézus! Nem tudom, hogy téged mire tudlak használni. Destroy. Erre. Igen, destroy. Tönkretesszük. Ne bűzölögjön itt. Valamint raknunk el a tűzre. Nem akarom, hogy kialudjon, mert akkor újabb nagyon mennyiségű fát kell arra használjak, hogy begyújtsam, plusz még energiát is kell, meg minden hasonló hülyeséget. Na, visszamegyünk szépen a notebookba, és utána lehet, hogy alszunk egyet, csak még a tetőt megcsináljuk, így a házhoz. A második elemünket. Igen? Ez az. Oké. Okay. Van itt néhány pálma levél. Jó, fordulunk egy párat. Oké, összeszedjük még ezt is. Ki az, akit érdekel a játéknak a kooperatív módja? Jövő tavasszal a fejlesztők fognak addig jutni, hogy a kooperatív módot is behozzák a játékba. Figyelek a húsra közben, nehogy itt széni égjen nekem. A kooperatív módot is behozzák a játékba, és hányan vagytok, akiket érdekel? Hányan szeretnétek játszani ezt a játékot mondjuk többen magatokkal?
mert szerintem simán király lesz a játék. Szerintem lesz annyira nehéz így az utolsó szakaszba a szólójáték, hogy a kooperatívnak lesz helye. Ti hogy vagytok vele? Szeretnétek kooperatív módot, nem szeretnétek kooperatív módot, mi a véleményetek ezzel kapcsolatban? Illetve kíváncsiak vagytok el, hogy hogyan épül meg a harmadik eleme ennek a nagyszerű otthonnak. Közben Raptor írt egy üzenetet, és ide már nem tudunk lepakolni, oda le tudunk, oda is le tudunk, és ide mellé nem, oda mögé nem. Szóval kettő elemes lesz ez az építmény, és itt lesz egy következő pontja, le fogjuk pakolni a másikat is. Itt egy következő pontja, menjünk tovább, itt, ja, először fel kell építenünk. Ah, nem lehet csak így összevezni. Na jó van. Fel fogjuk építeni, hölgyeim és uraim, viszont mindenféleképpen alszunk egyet, és felszedem a húst. Lerakom a másik húst is, mert a kígyóhúst is meg kell sütni. Valamint itt van még egy, ezt is. És akkor egy kígyóhúsom marad. A kajáink 13 óráig még abszolút jók, 1,15, igen, 1,23. Jó, most sorba kell megennünk. 1 óra 39 percig jó még az a hús. Jesus, sietnünk kell. Oda azt a logot. Ha valaki ide akar jönni, akkor remélem, hogy ketté fogja felajánlni. Közben... szeretem volna, hogy átad, de így, hogy mondtad, hogy holnap, mi lesz, szerintem holnap ad át... Oké, rendben. Köszönöm szépen, Raptor! Jó, az egy nagyon-nagyon jó összekötetés lesz. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok. Tényleg. Rengeteget segítesz a munkámban, és fantasztikus, hogy valaki ilyen szinten is, meg így is tud támogatni. Na, ha megsül a hús, hölgyeim és uraim, ami meg is van, te még, az még gondolkodik. Dry leaf, azt én dobtam ki. Leszedünk addig néhány ilyen levelet, mert ebből kell egy pár. Oké. Összeszedünk néhány pálmát. Pálma. Ezt ide kilökjük. Igaz, hogy csak 3 centivel vittük arrébb, de akkor is arrébb vittük. És most már központosul. Annak nagyon örülök, hogy a játék mutatja ilyen fehér kerettel, hogy mihol található. Ha nem mutatná, valószínűleg úgy mászkálnék, mint Wakanda föld alatt. Nem annyira boldogan. És nézzétek a környezetet. Azt mondja, 5 óra 13 perc. A legsötétebb órák. És most kezd el pirkadni. És lehet, hogy alszunk majd egyet. Ezt megesszük. Ezt is megesszük. 18. Szerintem mindet megesszük. Ugye? Valamint jó lenne még ezt a kígyóhús is kirakni, hogy süljön. Igen. Ja. Elég rendesen kiirtottam itt a növényzetet. Ez meg is van. Megnézzük, hogy hogy állunk így fizikumban. Egész tűrhetően. Szerintem eszik egy húst, egy ilyet. Megpróbálom, ez lesz az, ami nekem kell. Turtle meat! Na. Ez kellett volna, ez ad még 20 zsírt is. Ugyebár Uno egy kis támogatás belefér. Köszönöm szépen tényleg. Köszönöm szépen. Vissza a gajakhoz, rakok még néhány botot. Hogy ne arra kelljek, hogy valami vízidisznó elkezdi nyalni az arcon. Jobb esetben. Úgyhogy alszunk egyet, ami egyben a mentés is, hölgyek és urak. 8 óra, 9 óra, 10 óra kelljünk fel. Eléggé világos van ahhoz, hogy megtaláljuk azt a nyomorult pókot. Na, ide jöttünk, megnézzük, hogy hogy állunk, mi az, amire szükségünk van. Egészen jók vagyunk. Na? Semmi? Eltűnt a pók? Ha ezek ilyen vándorló pókok, akkor az annyira nem jó. Mert ezek belevándorolnak a szárba is. Oké, összeszedjük gyorsan a sticket. Az indát is, arra is szükségünk lesz. Itt is van egy... Ja, kivágtam egy fát, amin volt inda. Világos. Oké, 2 long stick. Lássuk, hogy ebbe az irányba, ott a fa. Megint vannak stickek. Ó, nagyon jó. Igen, olyan a legjobb vidésnek mindent. Köszönöm szépen.
Tehát lehet aktiválni a kódot. Ááá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 á Hogyha jól tudom, de javítsatok ki, hogyha tudok. Egy log, két log, három log, és ennyi volt. Jó lenne amúgy, ha lenne egy olyan talent rendszer, hogy mondjuk plusz egy logot el tudsz vinni, vagy mondjuk tovább tudsz futni, hogy oké, okay, hogy gyakorlatban ez megnyilvánul, ez meg fog jelenni. Stick 9, és tele vagyunk. Na, még egy log. Ez is log. Oké. Okay. Gyerünk, merre borulsz? Erre borulsz. Remek. Egy, kettő, három. És viszem a fát, mert vár a táborom. Egyszer, kétszer, oké, az alsó rész megvan. Egy darab logra van még szükségem. Amit a lehető leggyorsabban össze is fogok szerválni. Az ott long stick. Az is long stick. Elég sok long stick van ide lepottyanva. És itt van még log. Oké, okay, potty. Nagyszerű. Ennyi? Hát ez elég sovány aradott, nem gondolod? Jó, azt a liánt felvesszük. Mondjuk egy logra volt szükségem, nem? Ha jól tudom, egy logra volt szükségem. Itt pedig vannak long stickek. Leech. Már megint ezek a vérszívók. Borzalmasak vagytok. Na lássuk. Ó, megvagy. Hello haver. Ennyi volt, egy darab volt rajtam, ez abszolút jó. Na összeszerünk 5 darab long sticket és vissza fogunk rohanni. Uno, új receptek kerültek el bele? Ohohohoj, de kerültek volna. Most csináljuk az egyiket, a frame-et. Amikor gyakorlatilag már úgy tudunk egy kempet készíteni, hogy ilyen cölöpökből egy ilyen épületvázat rakunk össze, és ezt fejleszteni fogják még a játék készítői az egyik hírük alapján, méghozzá úgy, hogy már agyaggal is szeretnének foglalkozni egy későbbi kiegészítő alatt, agyaggal, illetve kohászattal, tehát valószínűleg lesznek majd fémek, amiket ki lehet nyerni a különböző kőzetekből. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Én támogatom. Az ott mi? Az ott... mekkora kárt csináltam! Jézus! Nézd csak ki van ott! Nézd csak ki van ott! Remek gondolat, mikor a húsházhoz jön. Hello, haver! És azt hiszem, hogy nincsen kövem. Felveszük először a... Na? Nem. Nem veszük fel először, hanem megnézzük, hogy van-e kövünk. Egy darab kövünk van? Hát az nem sok, de kevés. Blade required. Tudom, hogy kell egy kő. Na most az lenne az óriási nagy szívás, hogyha jönne valami ragadozó és így azt mondaná, hogy de hogyha már itt vagy, így fegyvertelenül, nem vagyok fegyvertelenül, akkor megkóstollak. Elég és sok fegyverem van. Csak örülnék, hogyha lenne itt valahol egy nyomorult kő. Megvagy! Ez az. Erről van szó. Oké, kraftoljunk. Nem. Így. Te visszamész. És... nem. Ezt kell. Blade! Remek! Mikor el tudnám vinni és nincs nálam laptop. Ja, igen. Igen, az eléggé kellemetlen tud lenni. A tatút szépen felboncoljuk, hölgyek és urak, és valószínűleg kettő hússal leszünk gazdagabbak. Ha minden igaz, egy hússal lettünk gazdagabbak, valamint egy obszidián láncsával, amire mindenféleképpen szükségünk van. És longstickre pályáztunk, ugye? Igen. Longstickre. Barulj, haver! Kicsit megbillent a rendszer. Kettő longstick, ennyi? Három. Az ő. Nem, az csak sima stick. Ó, nagyon jó. Még egy.
És... talán ennyi volt. És kell még egy... Ez a játéknak így a Murphy törvénye. Meg az, hogy nem tudod rárakni, kell még egy long stick. Valahonnan. Longolódjon ide hozzám. Small stick, az is jöhet. Leszedjük még a liánt. 10 darab, maxon vagyunk, nagyon jó. De megjegyezzük, hogy itt van, úgyhogy ottan van a long stick, nagyszerű. És story mód megújul-e? A story mód, hölgyeim és uraim, a télnek a késői szakaszára én azt feltételezem, hogy olyan február környékére lesz elérhető a story mód. De akkor már túl lesznek egy mesterséges intelligencia fejlesztésen, lesznek különböző fajta őslakosok, tehát nem a jelenlegi stádiumban maradnak ezek az őslakosok, hanem lesznek plusz emberek még. Illetve, ha jól tudom, lesz majd egy harci fejlesztés, hogy a mesterséges intelligencia okosabb legyen, és itt volt a long stick. Ez olyan rám jellemző. És megnézzük, hogy hogy állunk, mint állunk. Szénhidrátra lenne szükségünk, valamint egy kis zsírra. Ez a zsírt, ezt meg kéne sütni, a tűzünk az még mindig ég. De már nem sokáig. És a story módot, még mielőtt a kooperatív mód bejönne, meg fogják nyitni. A következő frissítés a játékon belül, az a tengeri élővilágnak lesz a frissítése. Értem én ezt különböző ragadozó halakra, a vízi hüllőkre, vízi növényekre, ezeket fogják belerakni a játéknak a készítői, ami szerintem végtelenül izgalmas lesz, mert hogyha belegondoltok, most így mindenbe így összegezve, talán a legesleg veszélyesebb és a legesleg zordabb dolog az ember környezetében az a víz. Az a víz, ami ellen nem tudsz mit csinálni. A víz. Srácok, lányok, én lehet, hogy meg fogom enni azt a chipset, ami itt van, mert szénhidrát bevitelem az eléggé korlátozott. Jó lenne találni olyan növényt, aminek a szára az ad nekem szénhidrátot. De itt a környéken nem nagyon láttam. Ilyen pálma levél lenne az. Ilyen pálma szár, ilyen szivacsos szára van. Te mi a bubánat vagy? Unnov herb. Ó, ez is egy új növény. Ez egy tökéletesen új növény, hölgyeim és uraim. A játék készítői új növényeket is hoztak be, ami zseniális. Eszünk egy kis kókuszt azért, hogy legyen zsirunk. Megisszuk, harveszteljük. És story mode meg... Igen. Kb. Meddig live volsz, pontos év. Kb. Hát én kb. Egy olyan 3 órát terveztem. Kb. Hogyha azt kell mondanom, hogy kb. Na, kaptuk egy kis szénhidrát, de inkább zsírt. Úgyhogy... kókusz összeszedéssel... Harvested so much. És ki is dobjuk. Oké. Okay. Ez is egy long stick. Ó, mindent összeszedünk, gyerekek. Aztán majd átmenjük oda a túloldalra, hogyha felépítettük a kis shelterünket. Ez jobban kell. Nem tudom, hogy hogyan vándorolt ide. Ez a drága jószág. Ez a virágágyás itt a kunyhói mellett, ez abszolút megnyugtató. Na, szétégett már a kígyóhús? Ja nem, még ég. Még fő, jobban mondva. Akkor csináljunk tetőt, csak először kiadom parancsba, hogy kell tető. Notebook. És pálma tető. És még egyszer, mert ugye... Talán a shiftet lenyomom, akkor... Nem. Ha lenyomom a shiftet, sem történik semmi. Akkor ez most ilyen shiftelen építkezés lesz. Első adag. Remek. Második adag. Ez a One More Game menedzselésével történő dzsungelírtás, hölgyeim és uraim, a mostani részben. Kiírtunk minden élőt annak érdekében, hogy nekünk jobb legyen.
Multi lesz a játékba, igen. Lesz benne kooperatív mód, a legutolsó mérföldkő lesz. Már a story módot kiadják, és majd csak utána lesz a multiplayer. Nem lesz hamarabb. Tehát lehet, hogy amúgy csinálnak olyan modot, hogyha a moddolhatóság... Ott kotort valami. Ott nagyon-nagyon rossz, hogy kotort valami. Tudod mit, haver? Megkereslek. Itt már nem hallatszódik. Ott van! Azt a kutyafáját! Ott a pók! Megöltük a pókot, belevágtuk a láncsánkat! Nagyon jó! Brazilian Wandering Spider, ami még halálában is tud mozogni, vagy csúszik le a domboldalon, nem tudom. Hogyha egy mód van rá, pókot nem fogunk enni. Nem azért, mert nem finom. Vannak konkrétan olyan afrikai törzsek, akik tarantulákra vadásznak, és külön csemege náluk. Mi nem vagyunk ez a törzs. Tehát mi nem leszünk boldogabbak, amikor egy pókot megsülve megehetünk. Ugye? Bár mondjuk írjátok le a chatbe, hogyha valaki boldogabb lesz mondjuk egy ilyen madárpók megevésétől. Nem tudom. Én biztos, hogy ha lenne egy mód rá, se lárvákat nem ennék, se ilyen pókot. Bár ha szerencsére sose kerültem még ilyen szituációba, hogy kérdőre kelljen vonni így a képességemet ilyen téren, az ott jól elrepült. Hölgyeim és uraim, itt van a négy elemből álló kis kunyhóm, most kezdődik a matek. Cooked! Remek! Oké. Okay. Vízre van szükségünk, valamint szénhidrátra. Vizet tudunk... megesszük egyből. Ez az. Itt! Nagyon jó. Tele van az inventorink, hála az atya úristennek. Az eső elméletileg átesik. Igen, az eső átesik a tetőn, de hogyha tető van a tűz fölött, akkor az eső nem oltja el. Tehát ez a matematika. Szuvenyír, nyihány, nyilkokkucska, protko. Igen. És tudjátok, hogy van a másik variáció, a nyulas. Az nehogy már a nyúl vigye a puskát. Ez a no-no, nyusz-nyusz, tintirin, pif-puf. Ez a testvére a szuvenyír nyihahának. Na, szeretném komfortosabbá tenni ezt a kis menedéket. És megnézem, hogy milyen fajta elemeket, illetve milyen fajtát és hány fajtát tudunk felrakni, ami drága otthonunkra. Van egyszer egy ilyen csapott tető, amit fogunk használni. Amit fogunk használni, de ahhoz nagyobb területen kell elhelyezkedjünk. Igen, tető... Ez mondjuk érdekes lesz. Egyszer. Úristen, mennyit kell farmolni ahhoz, hogy normális házszerű dolgod legyen. Igen, notebook. Nem. T. Ez az! Végre, nem kell azt csinálni, amit elcsesztem. Jó, ezen még simán át lehet mennünk. Ez nem igazán jelent akadályt semmilyen őslakosnak, vagy nem őslakosnak. Szénhidrátum még mindig eléggé problémásan kevés, úgyhogy... Elindulok bogyókat keresni. Valamint lehet, hogy itt visszafele fogok menni. És körül fogok nézni, hogy nincs esetleg egy olyan növény, ami adna nekem szénhidrátot. Jó lenne amúgy levest is csinálni. Ilyen gombalevest, de gombát sem nagyon láttam. Igen, banánlevelek, itt van ez az óriási nagy fa, ez jó kiinduló pont lehet. A chipset igazat megvalva nem nagyon akarom megenni. Hajaj, hello haver. Cső, kösz, hogy jöttél. Remélem legközelebb is lesz hozzám, szerencséd. Jó, és megvan a késünk. Jó, nincsen helyünk, a csontokat kidobtuk, és... Egyetlen egy kérdésem van, felvettük-e...
Na jó, hol a bubánatban van a láncsám? Eltűnt a láncsám! Oké, gyerekek, mostantól kezdve nem érzem magam komfortosan. Igen, és még egy ilyen egyszerű kis jelentéktelen nyikorgás is rám tudja hozni a frászt. Kokusz! Az adj szénhidrátot. Egy. Ne. Na mindegy. Csak megesszük. Ezt is csak megesszük. Így. Remek. Pazar. Kaptunk 10 szénhidrátot, ami hosszú távon mérhetetlenül kevés lesz. Felvesszük a követ. Az igen, onnan leesett valami. Valamint kellene nekünk még egy kő, hogy tudjunk egy ilyen Stoneblade-et készíteni. És szívják a vérem? Hello, fiúk! Na, valaki... Itt vannak! Nagyon szépen... Rám tudnak tapadni. Hol van a kuruttyoló? Na mindegy. Van egy kis dry leaf. És nem nagyon találok követ. Az az én jelenlegi legnagyobb problémám. Stone valahol, itt esetleg. Nem, itt csak pálmalevelek vannak. Ezt a botot felvesszük, mert kelleni fog. És még egy long stick. Jó, ez majd kell. Sőt, van obszidiánunk. Nincs több kérdésem. Nincs több kérdésem, bíró úr! Hol a zobszidiánunk, ezt egyet elveszünk, egy zobszidiánt. Valamint, akkor obszidiánból fogjuk megcsinálni a fegyverünket, ami lehet, hogy sokkal tartósabb lesz, mint egy egyszerű stone. Méghozzá azért, mert ugye az obszidiánt csak egyszerűen egy behúzom, és rakok hozzá madzagot, amit megint szintén össze kell szednünk, akkor megcsináljuk az obszidián elláncsát, és most már mérhetetlenül nyugodt lettem. Mint akinek a szemét válják. Szénhidrát, víz? Víz, szénhidrát. Lehet aludnunk kellene egyet, és akkor holnap kicsit messzebbre mennünk, vagy ebbe az irányba körülnézni. Nincs esetleg valami önként jelentkező akármi, ami szeretné, hogy megegyen. És mondjuk tartalmaz szénhidrátot. Na, fiúk? Semmi? Semmi, érted? És még a fa között sem tudok átugrani. Játék azt mondja nekem, hogy ne, Uno, egy picit se örülje, jó? Ó, kő! 3 stone. És egyből nem bírom el a ha... Jó. Akkor visszacsoszogunk, és kirakunk néhány levelet. Hogy ne nyomjon akkora súlyt, oké? Okay? És tudjátok mit? Ide kirökjük a leveleket. Kilökjük mondjuk egy dohányt, és 1, 2, 3, 4, 4-et kilökünk, 46,9 kg van nálunk, dry leaf sem kell. Várja, egy nyíl mennyi? 45,9, kilökjük egy nyilat. 45,8, tehát akkor milyen rohadt nehéz? Ennek nincs is súlya. Ha remek. Uno of Herbs, 44,8, tehát az Uno of Herbs, ez technikailag fél kiló. Tehát akkor visszaveszik ezt a fél kilós növényt, mire nincsen szükségünk, nyilasz kell. Gajak, lehet, hogy túl sok hús van nálunk. Tehát akkor meg kéne ennünk, nem? Meg kéne sütnünk! Az se egy utolsó szempont, rakjunk egy kicsit a tűzre. Összesztikünket felhasználjuk. És... hát small stickből is rakunk egy párat, hogy tudjunk normálisan aludni. Ez lesz a fő feladatunk. Illetve a frissen megszerzett húst megsütjük, és... amúgy lehet ezek a rohadt nehezek? Nem? 36-35 kiló.
Mert a húsok is elég nehezek. Tök rosszam, úgyhogy nem látom, hogy mi hány kiló, és így nem igazán tudok kalkulálni, hogy na akkor te maradsz, te mész, te kell lesz, te nem kell lesz. Ez egy kicsit kellemetlen a játékon belül. Van itt longstick. Oké. Okay. Szépen akkor itt. Jó. Kosárfonó technikával egymás mellé rakjuk szépen ezeket a longstickeket, ugye, ahogy tanultuk. A Surviving School-ba. Surviving School musicalbe jártunk mindannyian. Leszedjük ezt a kötelet. Mert az is kell majd egy pár darab, és eléggé kiürültünk most, hogy elkészítettük az épületünket. Csináljon a fákját! Az is hót nehéz lesz. Egy longstick, két longstick. Három. Egyébként a fákjának szerintem egy nagyon-nagyon... Nem tudom, csak feltételezem. De én egy remek illúziót feltételezek a fákjába. Úristen! Szerintem ráálltam a gajakra, és a játék nem tudta feldolgozni azt a hangeffektet, amit ki kellett préselni a magából. Jó, hát ez így akár már horror játéknak is elmehet. Ilyen effektekkel így próbálja bombázni az arcunkat. Egyetlen egy longstickkel, és már nem lehet átmenni. Nagyon jó. Ott a longstick. Köszönöm. Ez az! Val created! Ezen nem tudok már átmenni? Ezen át tudok menni? Haha! Gondoltátok volna, hölgyek urak? Stick! Amúgy ez a stick szedés, hogy bámuljuk folyamatosan a földet és megyünk, ez akkor lenne vicces, hogyha mondjuk így felnéznénk, és itt van előttünk egy egész ilyen őslakos klán. És így nézzük, hogy ez mit csinál. Van nála valami eszköz. Fegyvernek látszik. Öljük meg. Jó ötlet. És utána belőlem csinálnak vacsorát. Lux. Lehet, hogy csinálok egy raktárat. Amúgy. Szénhidrát víz. Megisszuk. Teknősben mennyi van? 25 víz van a teknősben. Oké. Okay. Szerintem elmegyek, megeszem azt a chipset, ami ott van a táborba. Alvás előtt. Hopp. Coconut. Drink. Harvest. És fel is vettük, akkor szét kell verni. Itt. Mi az? Ja! Fuck, megettem a húst, a nyers húst. Egyszer se hánytam még. Jézusom. Amint parazitát kaptam el? Gyomor problémáim vannak, hölgyeim és uraim, mit tudunk csinálni? Együtt meg a növényt? Találtunk egy ilyen növényt. Unov herb. Valahogy meg kellene nyugtatni a gyomrunkat. A tűz még ég. Gyerünk. Alternatív megoldások. Van itt a teknős. Megittük a vizet. Megfogtam a teknőst. Igen. Lerakom ide a tűz mellé. Nagyon jó. Feltöltjük vízzel. Oké. Okay. Ebben tiszta víz van? Oké, okay. Feltöltjük. 25x25. Valamiért nem jelzi nekem, hogy felforna így a víz. Életemben először ettem nyers húst, ami eléggé frusztrált átett. 1 óra 4, igen. Akkor rakjunk bele mondjuk... Nem tudunk? Nem. Ilyen levelet. Na! Valamilyen levelet beleraktunk a vízbe. Lila színű levelet. A lila növénynek a levelét beleraktunk. Turtle shell. Oké, lássuk. Semmi nem történt. Ugyanolyan gyomor problémáim vannak. Valamilyen parazitát kaptunk el. Lehet, hogy hányni fogunk tőle.
Nem tudom, fiúk, lányok, hogy ez hogy működik, vagy hogy miként van. Azt tudom, hogy jól kiirtottuk az erdőt. Ezt leszedem még, ezt is. És egészen valószínű, hogy reggel komoly szénhidrát problémákkal kell szembenézzünk reggelre, de a hús nem akarom itt hagyni, hogy széjjel égjen. Megnézem, a fehérje zsír készleteink azok tökéletesek. Szénhidrátból vagyunk hadilábon, úgyhogy holnap reggel el fogok indulni és fel fogom térképezni itt a környéket, hogy valójában hol van megfelelő mennyiségű szénhidrát. Mert ezek a bogyók egészen jók. Csontleves az nem ad szénhidrátot? Leves főz a növénnyel. Főztem, de nem történt semmi. Igen, látom, hogy problémáink vannak. Oké, felvesszük. Rakunk néhány gajat a tűzre. Az egyik legjobb védekezés a vadállatok ellen a tűz. Tehát, hogyha ilyen nagyon-nagyon pusztában vagytok, vagy akár valami hegyvidéken, vagy ilyen területen, akkor mindenféleképpen a tűz ad nektek menedéket. Ez egy nagyon-nagyon jó menedék. Megy lefel az életem. Ez 100%, hogy megy lefel az életem. Oké. Okay. Pattanj fel, fiam! Kell majd egy kis kő. Jó, próbáljuk meg még egyszer. Próbáljuk meg még egyszer. Na. Megpróbálok valami mást. Igen. 27. 37. Elég furcsa hangokat hoz a szél. Oké, beleöntjük, és mi lenne, hogyha a mérgezés ellen a dohány nagyon jó, de ezek a gyógynövények, ezekből is tudok levest főzni. Talán ez lesz a megoldás. Mi lenne, ha ezt megenném? Food poisoning első okádásunk, hölgyeim és uraim! Egyszer hánytunk, tehát a lila növény nem jó arra. Törtössel. És megy fel az életem. Jó, a gyógynövények azok segítenek valamelyest. Kicsit leugrott az életünk. Próbáljunk főzni még egyet? Hát, ha az segít. Mert ment fel az életem. Egyébként eszünk egy nagy húst. Ez segít. Segít mindenféleképpen. Hadd menjen fel az életet. Nem. Oh, hungry. Eat. Hungry. Ja! A kutya fáját! Oké. Okay. Oké. Okay. A lila növény megtanít minket arra, hogy ne legyünk idióták. Jó, edd meg ezt is. Megy lefele az életünk, megy felfele az energiánk, még mindig hányhatnékunk van. Hatszor hánytunk. Azért, mert valami gyomorférget kaptunk el a nyers hústól. Meg is fogunk halni. Hát akkor minden megeszünk. Minden megeszünk, hogy legalább életben maradjunk. Víz. 10 víz. Igen. Na jó, nekem ne hányjál többször, fiam. Szénhidrát egyáltalán. Jó, tehát akkor ez egy tuti kombó, hölgyeim és uraim. Ki vagyunk száradva. Drink. Ki vagyunk száradva, se szénhidrát nincs a szervezetünkbe, se zsír nincs a szervezetünkbe. Oké, viszünk fel egy kis vizet. Oké, ez piszkos víz. Visszaszaladunk. Ha valamilyen ásványi anyagot nem sikerül... Oké. Elméletileg, ha megfőzzük a vizet, akkor tiszta lesz. És kialudt a tűz. God, I'm so hungry. Nice guy, van kaja? Egyé. Megeszünk mindent.
Nem. Megettük a gyógynövényt is. Wow. Oké, okay, kell a tűz. Pedig meddig tápláltam, hihetetlen. Kell a tűz, legyen ott a tűz. És nincsen stickem sem. Legjobb kor, fiúk, lányok, a legjobb kor. Kókusz. Nem tudom, hogy ez a gyomor panasz mikor fog elmúlni. Kell a kókusz. Mivel dobunk? Nem? Nem? G-vel. Ez az! Jó, drink. Igen, és itt. Akkor azt felvesszük, és a másikat is itt. Jó. Úristen, de pocsékulálunk. Remek, még egy kókusz. Ezt is megesszük. Drink. Oké, kicsit feljebb ment az életünk. Jó, akkor harveszteljük. Harveszt, szedjük ketté. Félek egyébként, hogy amennyi időt eltöltök a kókusznak a megevésével, az idő egy ilyen elpocsékolt időintervallum. Nem kell. Gyűjtsétek az eső vizet. Oké, okay, én meg elszaradok a táborba, megeszem a chipset, meg megiszom azt a narancslevet, mert kicsit bántja a gyomrom, így a hülyeség, a hülyeség. Rettenetesen jó tanulság, azt a lila növényt ne egy bogyó. Oké, okay. Jó, csak arrébb kellett jönnünk. Igen, akkor még ráadásul szívják a véremet is. Másik kar, nem? Hello, rossz csont! Oké, ennyi volt. Nagyon szép. Uno, hatásodra megvettem a Rimworld-ot az első kolóniámnál, elmentem kiszabadítani valakit, és mire visszatértem, a baniták felégették mindent, ráadásul kiszabadított erős drogfüggő megszívtam. Így van, előfordul, László, előfordul. Én is próbálgattam a mesztelen brutalitást. Hát maradjunk annyiban, hogy így a negyedik pályánál, amikor elbuktam így a saját játékomba, akkor úgy döntöttem, hogy kilépek és valami nyugodtabb dolog után nézek. Chips, ez kell. Orange juice, ez is kell. Minden kell, hogy stabilizáljon. Chips kell a szénhidrát miatt. 22 szénhidrát meg zsír. Oké, jobb, mint a semmi. Ezt felvesszük. Azt hiszem tönkrement a fejszín. Nem baj, van egy késünk, csinálunk egyet. Jöhet ide a... Oh, de hogy csinálunk. Stick. Ez is jó. Összeszedjük mindegyiket. Kaja. Itt. És itt. Jó, stabilizálódunk. Esküszöm, azt hittem, hogy ennyi lesz a játék. Hogy így most így végünk lesz. Aztán így nincsen tovább. De szerencsére elég leleményesek voltunk és túléltük. Vagy szerencsénk volt, vagy tök mindegy. A lényeg, hogy élünk. És virulunk. Mondjuk azt annyira nem. Még néhány kókuszt összeszerünk és elviszük a táborba. Oké. Okay. A békát is le fogom vadászni. Oké, még egy kókusz. Itt van egy piranya. Halcsapdába. Piranya body. Igen. Harveszteljük. Mit kapunk belőle? Fishbone, piranya, rab meat 1. Kaptunk egy nagy csomó fishbone-t. Annyira nem kell a fishbone. Akkor kell, hogyha van kukac a bőrünk alatt, és elkezd velünk kukacoskodni. Dabumcing, igen. Még egy kókusz.
Jó, és mire visszamegyünk, tiszta víz lesz a vízgyűjtőkbe, a kókusz héjakba. Az ott egy vacsora. Felvesszük. Óvatosan közelíti meg a zsákmányát. Ügyelve arra, hogy nem csap nagy zajt. A vízi disznó mit sem sejt, és egy jól irányzott mozdulattal átdöpi a testét. És most jött rá, hogy eldobta azt az eszközt, amivel meg tudta volna nyúzni ezt a szerencsétlent. Kraft. Nem. Hogyan tudunk csontkést csinálni? Nem. Kraft, esetleg... ez az, bone knife. Valamilyen knife-nak lenni kell. Tehát mindegy, hogy bone, mindegy, hogy milyen, de lenni kell valamilyen knife-nak. Én nem is csináltam bone knife-ot. Gondolkoztál Half-Life végigjátszáson, csak mert én tök szívesen látnék tőled egy retro hónapot. Hölgyek, urak, hogyha retro hónapra kerül sor, biztos, hogy nem a Half-Life-val fogok játszani. Megnyugtatlak mindannyiótokat, bármennyire megnyugtató ez vagy nem, de tudja, hogy nem Half-Life-val fogunk játszani. Ez 1 000 000%. Idegen területre tévedtünk, és nem igazán tudom, hogy hol helyezkednek el azok a lények, amik így árthatnak nekünk. Aránylag amúgy jól állunk, stabilizáltunk magunkat így a fosós hányós időszak után. Egyébként az mi brutális lenne, hogyha egy ilyen hasmenés is behoznának az ilyen játékokba. Bár mondjuk az lehet, hogy sok lenne. Lássuk! Stone! Kell a stone. Nem nagyon akarom még messzire menni, mert nem érzem magam annyira jól, hogy itt Dora a felfedezőset játszak, viszont néhány alapanyagra szükségem van. Ez a tisztás, amit most látunk, ez egy nagyon-nagyon jó hely. Rálátsz az egészre. El lehet bújni. Ezek a vízidisznók előszeretettel mászkálnak itt. Úgyhogy ezt mindenkinek merem ajánlani. Mászunk szépen vissza. Stick. Közben azért lesem, hogy hol vannak még esetlegesen ilyen bogyók. Mert nem szabad elfelejteni, hogy oké, megettük a chipset, tehát most már minden nem megújuló energiaforrást elhasználtunk a szénhidrát oltárán. Feláldoztunk a szénhidrát oltárán. Most már arra kell figyelni, hogy itt a környéken vannak-e olyan növények, amiknek olyan szivacsos belsejük van. Ekkora mákod, gyerekek! Bandásnak való! Yeah! És véletlenül akadtam rá! Ez malac. Stick, 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 stick. És már csak small stick kell. Kilenc, jó, tudunk tüzet gyújtani. Nagyon jó. Hú, hölgyek, urak! Oké. És energiánk is egészen sok van. Handrail. Használjuk ezt az eszközünket. És majd gyűjtenünk kell szállított levelet is, hogy ne ezeket a rostokat használjuk, mert ezek nagyon jók, mert külön helyen vannak. Begyújtjuk a tüzet. Minden fantasztikus. Tiszta volt a víz. Úgy emlékszek, hogy nagyon-nagyon nem volt tiszta. Hogy sok minden volt ez a víz, csak tiszta nem. Oké, és sül a teknős páncélunk. És... megnézzük, hogy állunk. Pont nem ezt akartam. Empty. Itt nem esett az eső? Itt nem esett az eső, gyerekek! Lássuk, ez hogy van telítve? Azt mondja, 18 tiszta víz van benne, ebbe pedig 15 piszkos víz. Akkor ezt először megisszuk. Lemegyünk a folyóhoz. Vagy egy Mountain Blade sorozat. A Mountain Blade sorozat az mindenféleképpen várható lesz. De Mountain Blade-ből majd csak a Mountain Blade 2 Bannerlord
várható sorozatba. Előtte nem nagyon szeretnék Mountain Blade-elni, mert a régi az már inkább fúj, értitek? Oké. Belepakoltam a vizet, ez elméletileg most tűz hatására meg fogja takarítani. Elméletileg. 3 bélférgem van. Hölgyeim és uraim, hogyha ez az, megtisztult. Oké, megittuk. Megittük azt az 5-öt. Ezt is beleöntünk meg, kiegészítjük. Ennyivel. Hölgyeim és uraim, nézzétek már utána, hogy a bélférget hogy a francba tudom így kiiktatni a szervezetemből. Kell még piszkos víz. Fel tudjam tölteni ezeket a kókuszokat. És utána sülni rakjuk fel a húsit. Oké, az tiszta. Aktuálisan ezeket ide kidobálom. És a kókuszokat pedig el kellene fogyasztani. Hát nem is lenne rossz, hogy elfogyasztanám. Csak először kirakok oda egy kis húsit. Így. Oké, leraktam oda a tiszta vízű 25x25-ös teknőst. Főzünk egy levest. Így. Szerintem ez jó lesz. Sokkal gyorsabban elkészül a kaja így, levesként, mint hogyha csak simán akarnánk fogyasztani. Na lássuk. Megisszuk. 72 protein, 22 zsír, 20 víz és 15 energia. Zseniális. Süsse meg a kókuszhúst, hát megsütöm akkor. Drink. Harvest. Itt van még egy kis leves. Harvest. Igen, kiszedjük a húst. A balasóban villogó gyomor mellett mi az a hármas szám? Szerintem 3 bélférgem van. Egyébként. Hogy egyre inkább elhatalmasodik rajtam ez az állapot. Elvileg narancsárga gomba segít, vagy kék is segít. Remek, hát akkor gombát kell vadásszak. Nagyon jó. Újabb 72 proteint vittem be? Mi ez? Jézusom, ez nagyon-nagyon megéri, gyerekek. Hogyha igaz, amit ír a játék, akkor ez roppant mód megéri. Na végre. Esett az eső. Gyűjtsétek kókuszaim a vizet. Kókusz. De jó, úgy sült meg a kókusz, hogy szenes lett. Hát ez fantasztikus. Nagyon jó, pont enni akartam egy kis szenes kókuszt. Mit kapunk? Még nem tudjuk. 5 szénhidrátot és 10 zsírt, valamint 2 energiát. Oké. Jó, levest fogunk készíteni a másikból. Átértünk Dawnstarba, hogy ennyit gombászunk? Igen, a gomba az nagyon-nagyon fontos. Graveyard Keeper lesz, igen. Csinálunk majd. Csésze alakú gomba kell. Remek. Szénhidrátunk nincs, érted? Drink. Harvest. Aki szutyog szénhidrátért. Lehet, hogy amúgy ez a betegség, ez szívja lefele a szénhidrátot tőlem. Már mondjuk azt se tartom kizárnak, hogy mivel egész nap menetelek, és nem pihenek egy szemernyit sem. Ezért jön elő ez az állapot. Na, akkor ide a kevésbé biztonságos helyre kipakolom ezeket a dolgokat, és akkor gombavadászatra induljunk? Nem lehet, hogy aludnunk kéne? Az a rohadék szénhidrát. Mennyit ad nekem ez a kókuszhús? 5-öt. Akkor gombászni menjünk el. Rohadtul nem értékelem ezt az ötletet, de muszáj. Mennyi az idő? És éjszaka. Ráadásul éjszaka menjek gombászni? Az egy nagyon bölcs és pazar ötlet. Lemegyek ide a tengerpartra. Nagyon remélem, hogy valamilyen, semmilyen ragadozóval nem találkozok, és hogy vissza fogok találni éjszaka. Feltöltöm a tüzemet.
Bár mondjuk a húst azt meg kellene sütni. 14 óra, á nem. Nem megyek. Muszáj. Muszáj keresnem valamilyen kaját. Zöld színű a gomba a folyóparton lesz fák tövében. Az a világító gomba? És azt egyen meg? Komolyan azt akarjátok, hogy megegyem azt a zöld színű gombát? Jó, mondjuk, hogyha úgy gondolom, akkor nyugodtan megölhetem magam. Úgyhogy nem teszem meg. Oké, hát akkor... Ó, ott a kaja! Egy kis szénhidrát. Jó, akkor keresünk gombát. Ez most nagyon jó. Ez segít egy kicsit. Ez a néhány bogyó, viszont energiám nincs már valami sok. De a szénhidrát mennyiségemet valahogy rendbe kell hoznunk. Mert mozogni nem lesz erőm. Aha, itt van a tuskó, jó. Parton vagyok. Oké, haladunk. Lehet, hogy fel kellene jönni ide az alsó részekhez, ahol itt ezek a hosszú gyökerű fák vannak. És óvatosan kellene közlekednünk. Nehogy meglepjen minket valami kígyó. Határozottan nem örülnék neki. Sőzd meg a kókuszt, igen. Igen, megsütöttem a kókuszt. Hello, Hunger Sky. Gombavadászaton vagyunk. Gombás fatörzseket keresünk. Azta. A túloldalra is el kéne menni egyébként. Kíváncsi vagyok, hogy el lehet-e, de lehet, hogy majd a... az úszást követően... hogy nekem mi a francért... éjszaka kell vándoroljak. Nem látok sehol, gyerekek. Lehet vissza kellene mennem az erdőbe. Hello! Most pont nem rátok van szükségem. És egyre inkább fogy az energiám. Ami szintén jó hír. Jó, oké. Mondom, mi lesz. Visszamegyek. Visszamegyek, és tudok egy helyet, ahol van gomba. Csak már annyira futni sem tudok. Aha. Remek. Szénhidrátom a béka segge alatt, ráadásul társaságom is van. Még, hogy az ember kinyírja a magány az őserdőbe. Jó, oké, meg kell enyem az egyiket. Jó, egyből lett energiám. Szénhidrátom nem lett sokkal több. A halat is meg kéne sütni. Egyébként. Amit a halcsapdából kiszedtem, ezt a piranyát. Jó, Cevesz, így van. Pihennünk kellene egyet. Ugye abba az irányból jöttünk. Tudom, tudom, haver. Kókusz! Jó, hát ezt így fogjuk megenni. Kicsit töltünk. 10 szénhidrátot vittünk be, ami legalább annyit ér, mint Vaklumnak a kontaktlencse. De ez is több, mint a semmi. Lehet, hogy még ezen a területen körülnézek most, hogy van energiám. Ó, megint bandázs növény. Ez a játék el van híresülve arról, hogy mindig azt találod meg, amire aktuálisan nem igazán van. Cső, fiúk! Cső, de nem, éjszakai túrán vagyok. De semmilyen törzset nem akarok kinyírni. Oké, jó, köszönöm, hogy láttatok. Sziasztok!
benszülöttek, akik éppen tiszt egészségügyi szünetet tartanak. Remek. Most körülbelül a benszülöttekkel akarok a legkevésbé találkozni és összetűzésbe keveredni. Vajon mennyire hülyék? Szerintem simán látják, hogy itt van valami, ami ég. Tehát simán azt mondják, hogy figyelj már, nézzük már meg, hogy mi az ott, nem? De, nézzük meg. Csak hogy jó legyen a szerencsétlen túlélőnek. Aj, minek kell benszülötteknek itt lenni? Na mindegy, aludnunk kell. Aludnunk kell, mert az energiánk vészesen fogy, és már ebbe a verzióban nem tudunk annyi energiát visszatölteni a sült hússal, mint az előzőekben. Valamit akartál mondani a fáklyáról? Igen, a fáklyával kapcsolatban akár, hogy nem lehet csinálni ilyen letűzhető fáklyát, hogy fényforrás legyen. Bár mondjuk oké, akkor hogyan tudnád azt lekövetni? Na, piranya hús. Lássuk. 22 protein, 10 energia. Voltam már boldogabb is ennél. Aztat kell mondjam, ezt a campfire-t, meg ezt a charcoal-t, meg ezt a charcoal-t, meg azt a charcoal-t elpakoljuk ide a raktárunkba, ami még nem zárt, hanem nyitott. Szerencsére ekkora a tábortűznek a hamúja, és nézzétek! BUM! Kiszóródik. Környezet nyomására tágul. Oké, na megvárjuk még, amíg ez megsül, ez a húsunk. Dry leaf, az jöhet. Majd azzal gyújtjuk be a következő tizet, hogyha hagyjuk kialudni. Arra kíváncsi vagyok, hogy át tudnak-e lőni a falon, vagy át tudnak-e ütni a benszülöttek. Mert ha nem tudnak átütni, akkor ki lehet őket kájtolni. Csinálsz egy ilyen építményt, közel a bunkerükhöz. Fogod, kinézel, bum, lősz, visszamész és ideütnek. Bár nem hiszem, hogy annyira hülyék lennének. Oké, elraktuk a húst. Meg az obszidián, de minek? Nem, ez még maradhat. Tudom rakni az obszidiánt. Oké. Aludjunk egyet. És még mindig nem tudunk menteni egyébként. Ez az, amit nem szabad benézzünk. Jó. Oké. Bélcsavarodásunk az valami fantazmány. Fantasztikus. Mennyi őslakos van a horizonton? Látom, nem sok. Jó van, elhúztak a francba. Oké, akkor keressünk egy kis kókuszt. Meg jó lenne, hogyha bogyókat is találnánk. Harmadik vagy második nap, és még mindig nem jöttek újra a növények? Lehet, hogy a respawn time-ot is megnövelték? Rengeteg pixelnivalót láttam a fejlesztői logban. Viszont azt nem láttam, hogy a növényeknek az újra megjelenési arányán változtattak volna. Muszáj ordítani, mi? Muszáj. Nem bírja ki. Bandázs. Fegyvert váltunk a durva csontkésre. Hogy állunk? 9/10. Jó, kell valami kaja. Kell valami kaja. Elméletileg. Nézzük csak meg a nótot. Elméletileg. Igen, az a Kwaisa Amara, ez gyógyít. Water Lily, ez is gyógy. Lehet, hogy a Water Lily kell nekünk. Antivenom. Uno fruit, uno mushroom, ezek kellenek. Kill parazit! Oké. Köszönöm szépen az asszisztációt. Ennek ismeretlen a treats food poisoning. Tehát ha levesbe kifőzöm ezt a lila növényt, akkor mentesít az ételmérgezéstől? Hát ez valahogy nem jött össze. Nem. Én valahogy nem ezt a végeredményt érzékeltem. Ott van a bogyók. Óvatosan. Oké.
Akkor először ezt megisszuk. Aztán ráverünk még egyet. Megesszük. És megesszük. Hogy állunk? Pocsékul. Jaj, egyen meg, hát ez nem is a bot. Lopakodunk. Nem bogyók voltak, de egyébként ott a túlparton ott vár minket a mekka. Ott a bogyó. Dupla bogyó? Egerek! Nagyon cukik. Akkor megesszük. Ezt is. Ezt is. Annyi szénhidrátunk lesz, hogy fülünkön is az fog kifolyni. Ezt is. Ezt is. Ezt meg elrakjuk. Nagyon jó. Akkor már csak gombákat kell valahol találni. Döglött fáknak a törzsein van. Ez volt az egyik kezdőhelyem, mint a saját játékban. Ez a környék. Igen, ott vannak a vízidisznók. Azt írják színen, hogy szaporodnak a férgek, akkor halszálkával tudod kipiszkálni őket, gomba viszont feltétlenül kell. Ja igen, igen, a férgek a bőröm alatt szoktak lenni. Szoktak. Oké, ez nem jó. Ez nagyon nem jó. Ez nagyon nem jó, Tovakó. Nem. Nem. Kicsit le vagyunk mérgezve. Lábunk. Ott van, ott van, ott van. Oké. Akkor craft. Dressing. Tobacco. Tobacco dressing. Igen. Most pedig nézzük. Kell a kezünkre egy... egy tobacco dressinges szutyok. Oké. Tudjuk lassítani a mérget. El is felejtettem, hogy itt van valamilyen kígyó. Most látom, hogy hol van. És menni fog lefele szépen az életem. Le kellene feküdnünk aludni, hogy ne álljuljunk el a francba. Az jó, így legalább ismételten nem jutok sehova. Hol a mocskos anyádba vagy? Nem látom a kígyót! Hát ez valami hihetetlen. Ó, de jó! Megnézem már, hogy hogy állok így. Testileg, tudjátok. Jó, köszönöm. Oké, hát van egy kis lázam, ami jó lenne, hogyha elmúlna, és az energiám így vészesen csökken. Viszont van nálam egy kis hús, amivel tudok növelni, esetlegesen. És ennyi is volt. Ezt is megesszük. Szénhidrátunk pedig továbbra sincsen. Abszolút. Itt kellene mennünk, és elméletileg itt lesz olyan növény, ami nekem kell. Most ez egy jó kérdés, hogy megéri-e megkockáztatni. Ez egy abszolút pazar kérdés. Megéri-e megkockáztatni a növénynek a felkutatását? Vagy nem? De mivel ti helyettem nem tudtok válaszolni, ezért rákényszerülök a megfejtésének, ennek a találynak. Food poisoning. Igen, ezt már tudjuk. Leves főzünk belőle, és akkor food poisoning. És remek lesz. Megesszük. Megisszuk. Itt. Itt. Remek. Energiánk az egyre inkább kevesebb.
Jó, haza kell mennünk, aludnunk. Ez a láz, ez elég szépen kicsinál minket. És abba az irányba kell menni. Sötétedik a környezet? Az nagyon jó. Simán össze fogunk esni. Nem fogunk visszaérni. One of herbs? Ez talán segít. Itt! Yeah, kaptunk egy kis szénhidrátot. Na jó, van, én a vízidisznóktól annyira nem félek, viszont én most szépen le fogok dőlni. És alszom egyet. Szasztok! You passed out, I know, dude. Mi a franc? Egyszerűen alig van energiám. Azért ígyük meg. Jó. Meg együk meg. Ezt is. Szépen gyalogoljunk vissza a táborba, és remélem ki tudom pihenni magam. Ezt azért felvesszük. Útközben azért felveszem, amit kell. Rendes túlélő mindig összeszedi a környezetéből a cuccot. Mindig. Szénhidrát olyan, mint City Skyline-ban a 480, így van. Na még egyszer, ledőlünk. Le bizony, ez a leveles itt nekem teljes mértékben szuper volt. Asszunk egyet, az életünk megy lefele természetesen. Majd felkelünk az éjszaka közepén. Viszont már nincsen seblázunk. El sem hiszem. A lenyugvóna fényei mindig hazavezetnek minket, hölgyeim és uraim, mert tudjuk, hogy nyugat fele vagyunk, nyugat fele lakunk, szénhidrátunk megint nincs, és lassan most már fehérjénk sem igazán. Kaja? Nuku? Viszont szaladunk, és mint ahogy mondottam vala, nincsen fehérjénk. Nem nyúztunk meg állatot. Tehát most a túlélési esélyeink azok egyre kevesebb és kevesebbek lesznek. Visszamegyek a táborban, megnézem a halcsapdát, hát ha ott ad nekem valami szénhidrát, vagy... fehérjét. Jó lenne. Hello, haver. Én veled is beérem most. Ez az. Harvest. Békaláb. Toad meat. Toad, hogy ne toadom. Toadom bizony. Szénhidrátot nem hiszem, hogy fog adni, de remélem, hogy valami másban kecsegtet. Na itt valami kaja. Matrac. Lehet, hogy ledülünk itt, bár mondjuk biztos, hogy ránk fog rohadni. Az a hús, ami nálunk van. Na hal, piranya, ez az. Oké, okay. Tehát itt a piranya minket elfog... Éljen! És jó itt! Olyan volt, mintha így elájultunk volna megint. Láncsa megvan, és érjünk fel az ágyba, aludjunk kényelmesen. Nem akarok földön aludni, kicsit unalmas volt, és... Ez az! Végre egy kényelmes matrac. Az életünk megy lefele, mert egyre inkább elgyengülő szervezetünk. Nagyon-nagyon csúnyán nézünk. Nagyon csúnyán. Megisszuk. Harvesteljük, megesszük ezt a két kókuszt. Itt is egy kis lista, amennyiben megmondanád, hogy a retro hónapot Metroid sorozat, Mario sorozat, Dungeon Keeper, Sonic sorozat szabad megkérdeznem, hogy miért nem szereted a Half-Life-ot? A Half-Life-ot azért nem szeretem, mert nem játszottam úgy igazán vele. Az igazság. Tehát az én életemből kimaradt ez a nagy Half-Life őrület. Én szerintem Age of Empires 2-t játszottam. Megesszük ezt a kókuszt is, és megyünk szépen megsütjük a döglött tüzünkön. Igen. Nem is füstöl.
megsütjük, hölgyeim és uraim, a döglött tűzünkön ezeket a húsokat. Kíváncsi vagyok, hogy a béka az mit ad. És mondjuk először be kéne ízítani majd a tüzet. Igen. Oké, akkor megint gajvadászatra mehetünk. Borzalmas. Ide kilökjük a tüzes dolgokat. Egyszer, kétszer, háromszor. Ezt harveszteljük. Mario sorozat kibővíteni a Cat Mario-val. Nem Cat Mario-zunk. Nem. Ti attól engem sokkal jobban szerettek, hogy én Cat Mario-zok nektek. Ti attól engem sokkal jobban szerettek. És még hogyha ebben nem is vagytok biztosak, én elmondom, hogy tuti, ez 100%. El sem hiszem, hogy meg tudtam csinálni tüzet, gyerekek. Use. Dry leaf. És természetesen az ágyon gyújtjuk be a tüzet, mert a legbiztonságosabb módja ez a fekhelyünk. Ennek a fekhelyünk. Ez az van tűz. És mindjárt lesz hús. 9 óra, 10 óra, 10 óra, 9 óra. Lássuk a béka mit ad. És a tatónak a húsa. Oké. Okay. Valamint. Lehet, hogy ebből a piranyából főzünk egy levest. Milyen telefonom van? Samsung. Azt akarjuk látni, hogy játszik, nem azt, hogy felborítja a gépet. Igen. Én tartom magam bizonyos szinten olyan ügyes játékosnak, hogy amit ízzel próbálom megcsinálni, az is élvezetes. Nem csak az, amikor így a fejemet rázva, a nyálamat szétfröcskölve a gép előtt kapok egy enyhe fokú sztrókot. Lássuk a béka mit ad. 14 protein. Jobb, mint a semmi. Oké, 25/25. Belerakom a halat. Szerintetek rakjam bele a levelet? Szerintem ne. 24 protein, 25 víz. Ez amúgy nagyon jól esik ilyenkor. Ez a leves, ez valami eszméletlen. Igen, szénhidrátom van már megint a békasegge alatt. És el kellene indulnunk megint szénhidrátot szedni össze, valamint ilyen boddarabokat. Jennifer. Oké, szedjük össze a botot. És lehet, hogy most így a sziklának az oldalába indulok el. A pirkadó nap fényeiben. Nagyon durva az a hold. Nagyon kemény. Hopp, ott egy kókusz. Ott ment egy kókusz. Szerintetek át tudok ugrani, ez az? Nagyon jó. Nem tudom, ti mennyit láttok belőle, de én sem. Ó, de szemét a játék. Nem enged tovább. Na jó van, ha akadály, akkor akadály. Mink van? Leech. Na, hol a haverunk? Itt a haverunk. Köszi. Oké, akkor lemegyünk először is Stone. Fehérjét keresünk. Valamint gombát. Ez az a fő feladatunk. Viszont ott leültetted meg Cat Mario-hoz. Nem, hogy sokkal jobban szeretem annál, hogy ő Cat Mario-val rombolja szét az agyvelőjét. Egyébként, hogyha elég ügyesen rage-elnék, akkor még talán nagyobb nézettséget is szerezhetnék vele. De nem az a célom, gyerekek, szóval... Én nagyon szeretem azt az állapotot, amikor élvezem, amit játszok. Nincs mindenki így az én elméletem alapján, de én... Ez olyan volt, mint egy pók. De én szeretem, hogyha élvezem azt, amit játszok. Egy ilyen rossz szokásom, ne haragodjatok emiatt. Azt meg főleg szeretném, hogyha... Ú, de meghalsz! Ú, de megöllek! Hú, de nagyon! Hello, coca! Köszönöm.
Lesz kígyó húsunk, meg lesz most már malac húsunk is. Csak most már gombát kéne találnunk valahonnan. Jó lenne. Nem tudom, hogy mikor múlik el magától, elmúlik egyáltalán magától, az ott mi a bubánat. Nem tudom. Jó, csontnak nem volt hely, szerintem. A láncsámat eldobta a francba a játék, mert why not? Hopp, azt nem dobjuk ki. Ezt kidobjuk, ez sem kell. Most ez sem kell. Húsunk az van. Tűzgyújtási eszközünk, nem tudom, hogy miért jelezte ki, valószínűleg mert visszavettem a kezembe. Ott is van csont. Hogy az arcomba kell üvöltened, az... Bocsi, de nemrég néztem meg a Matrixot, mivel kapcsolatban? Mr. Andersont, de nincs választása. Mr. Anderson? Mindenkire van választása. Mr. Andersonnak is volt választása. Nem tudom, hogy konkrétan miről ment a beszélgetés, de azt tudom állítani, hogy Mr. Andersonnak igenis volt választása. Ott van még egy rohadék. Csörgő köcsög. Hol van a pálma? Ott a pók! Ne ágaskodjál nekem, kis köcsög! Ne ágaskodjál! Kikerüllek, jobb a békesség! Igen, ez a növény gyógyít. Ez a növény... Ez a növény meggyógyít minket. Kettőt kaptunk, életet kapunk vissza. Mi a helyzet? Aha, elég éhesek vagyunk. És olyan mákunk van, hölgyeim és uraim, hogy még bogyókat se látok. Még eltőbb bogyókat. Az előző részben gyakorlatilag rám rohadt, annyi volt. Most meg... Olyan fukar kézzel méri a játék az élelmet, hogy lassan elkezdem elhinni, hogy tényleg túlélő játékot játszok. Kellett nekem nagy... Ismeretlen gyümölcs! Ó, hello! Ez... Ezt én most gondolkodás nélkül meg fogom enni. Erről van szó, 16 szénhidrát! Ezt is megesszük. Ezt is megesszük. Hát ismeretlen gyümölcsfa, én téged nagyon szeretlek. Elnevezlek Gergőnek. Te leszek Gergő, a gyümölcsfa. Ó, ezt imádom, ezt a tisztást. Itt van hús, itt van gyümölcs. Már csak ilyen tárónövényeket kéne találnunk. Szerintetek ez táró? Small leaf pile. Nem, ez nem táró. Tobacco, small leaf pile. Tárót kellene találnunk, hölgyeim és uraim, vagy banánfát. De banánfa, azt hiszem, hogy ezen a környéken nincs a dzsungelbe. Vagyis fú. Legyek ETS 2.2 szerver, miközben nézem a live-ot és pár gyökérbe belemenni. Remek isti. Oké, jó szórakozást. Hölgyeim és uraim, aki ismeri a játékot, az mondja el nekem, hogy a táró az gyakorlatilag melyik növény. Elmondom, hogy mit szeretnék megtalálni. Egy olyan növényt szeretnék megtalálni, aminek a gyökere ehető. Krumplihoz hasonló gumói vannak a növénynek. És ehető. Ehető, nem győzöm hangsúlyozni. Nagyon ehető. És az is jó sok szénhidrátot ad. Hogyha valaki meg tudja nekem nézni, akkor azt én nagyon-nagyon meg fogom köszönni. Bár mondjuk lehet, hogy fel fogok rakni egy levest. Tudom, hogy éhes vagy. Nyugalom. Mindjárt hazaérünk. Ne kezdjél el itt nekem is tűzni. Hát itt már a kezed munkájának a végeredménye van. Hopp, small stick. Kezd beszürkölni a környék, kapitány! Igen, tudom. Kicsit éhesek vagyunk. De szénhidrátunk már van! Yeah! Hol a teknős? Empty. Dirty. Nem baj.
felforraljuk a vizet, és rakunk bele egy ilyet. Ez nekünk jó lesz. És remélem, hogy még mielőtt kiájulnánk a francba, akkor tudunk enni. Igen. Ó, nagyon jó. Sokkal gyorsabban megfő így a kaja. Gyerünk, 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 gyerünk! Szurkolok, szurkolok, szurkolok. Éppen mélységünk az megnőtt, és... drink! Ágyba, hogy kivilágosodott a környék, nem? Nagyon jó, hölgyeim és uraim, ez egy remek módja annak, hogy életben maradjunk. Szerintem kevés benne a víz. Öntjük még bele egy kicsit. És... rakunk bele még egyet. És holnap ezt fogjuk megismételni, sőt lehet, hogy mi... nem, aludnunk kell. Aludnunk kell. A húst úgy tudjuk tartósítani, hogy vagy megfőzzük, ilyen módon, vagy megsütjük, vagy megfüstöljük, de még a füstölőt azt nem sikerült összeszednünk. És ezt is megisszuk. Elmúlt, hölgyek és urak, elmúlt a gyomorférgességünk. Zseniális. Túléltük. Lehet, hogy Gergő vitte ki, nem tudom. Meat soup. Még egy... destroy. Odaégett a húsunk. Na, most már, hogy egy jó állapotban vagyunk, most már vagánykodhatunk egy kicsit, tudjuk építeni tovább a kis kunyhunkat, és a tisztásra, hogyha visszamegyünk, ott húst találunk, illetve Gergő a gyümölcsfából tudunk enni. Remek. Akkor 2.0-ás változat, Vasatas Isti. Moderálnak, de mivel itt nem kell moderálni, így nincs munkájuk, és ezért várja őket az utca. Igen, nagyon örülök, hogy... Nagyon örülök, hogy ennyire értelmes a community itt a csatornámon. Nagyon büszke vagyok a társaságra, ami alkotja ezt a közösséget, mert... szerintem kevés ember mondhatja... Kevés ember mondhatja el, hogy a moderátoroknak szinte egyáltalán nincsen dolguk. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rátok, én nagyon örülök, hogy ilyen csapat alakul. Annak is nagyon örülök, hogy Discordon megtaláljátok egymást és elkezdtek játékokat játszani. Ez külön pacsi. Ez külön a ti érdemetek. Hogy állunk? Szénhidrátum már megint nem annyira zsír. Lehet, hogy néhány kókuszt levadászok. A francokat visszaállok ide, igen, arrafele nézek. És megnézem a könyvemet. És kitartom én magam elé. Na, azt mondja, hogy... Axe skillünk hamarosan fejlődik, a Blades az nem, Spear az is még odébb van, Crafting is odébb, Cooking is odébb, Fire Proxy, Archery, Throwing, Harvesting, és a halászat az megint ott van a flancba. Igen, Sanity, gyógyszerek, hasadások, harapások, csípések, a láz, hányás, paraziták, igen, Unov, Treats, Food Poisoning, azt most már tudjuk, Unknown Fruit, ugye a gergőfáról. Itt van, itt van. Kettő parazitát öl meg a gergőgyümölcs. Zsír. Nagyon jó. Már csak azt kell kitalálnunk, hogy... találtam már ebbe a részbe egyáltalán tárót? Nem találtam. Hell Energy nem támogatja a Hell a streamet. Még mielőtt valakinek így eszébe jutna. Na, a feladatom az még mindig ugyanaz, mint eddig, szénhidrátra kell találjak, lehetőleg gyorsabban. És lehet, hogy körülnézek itt a parton, valamint van egy piranya. Jó, azzal tele vagyunk. Halat is lehetne összeszednem, de nem vagyok benne biztos, hogy annyira megéri a halra vadászni. Lehet, hogy túl fogok menni. Ó, ez nagyon jó lesz. Igen. Drink. Harvest. És megesszük. Szénhidrát, meg főleg zsír. Lehet, le kéne feküdnünk aludni. Eléggé megterhelő volt az elmúlt két nap, úgyhogy nem vagyok annyira a toppon. Az igazság. De abba az irányba el lehetne nézni, hölgyeim és uraim. Ebbe. Hát, ha van itt még valami gyümölcs.
De hogyha alszunk, a túlpartra kellene átmenni, mert ott meg lehet, hogy van banánfa. Szóval azt is simán kinézem a bambuszos mellett, hogy van banánfa. A piranya most annyira nem érdekel. Itt nincs valami tárgy. A négyágú lándzsa, ez nem igazán kell. Elcseszett hajó, az sem kell. Nagyon kevés energiánk van, úgyhogy mielőtt még újra kiszédülnénk. Szégyen gyalázat, de ez van. Visszatoporzékolok a kókusz. Drink. Harvest. Eat. Neki szénhidrát is. Eat. Jó, a felső csíkon már egészen jól áll, már csak rá kell pihennem erre az akcióra. Ezt magamhoz veszem. Megiszom ezt a 10 vizet, meg ezt is, mert ugye a szétvert kókuszok, azok itt vannak, a kókuszhéjak itt vannak a földön, és így akarva akaratlanul is bele fogunk botani ezekbe a kókusz darabokba. Ami alapvetően nem baj. Mert semmi másra nincsen gondom. Megsült a hús, ez az. Mi van még itt? Kókusztát a túloldalra. Van még itt egy. Ezt arrébb rak. Na. És még benne van a víz. Remek. És megsütjük még ezt a kígyó húst is. Hallé, úgy vagyok itt, Gamers csoportból találtam ide. Kérdésem lenne, mennyit javult és bővült a játék megjelenés óta. Mit lehet elmondani így róla, mikor én toltam, még sok idegesítő dolog volt benne. Ragnar Prince most is rengeteg idegesítő dolog van benne. Szerencsére bejöttek ezek a bélférgek, amik meghínoztak az elmúlt néhány napba, de gyümölcsfáról szedtem le növényt, ami elmulasztotta ezt a ronda korságot, úgyhogy parazitáim most már nincsenek. Hál' Istennek, már közösségbe mehetek, alig várom, hogy közösségbe menjek. A házi orvosom is megmondta, hogy nem fertőző. De jöttek be új ragadozók, egy, a puma. A puma, mert eddig jaguár volt, akit elég volt így arcon dobni lándzsával. Holnap mielőtt útra kelek, hölgyeim és uraim, emlékeztessetek, hogy kell egy mentési hely. Mert most alszunk, de nem tudok menteni. Tehát, hogyha most esetleg meghalnánk, de jó, és éjszaka fel, remek. Kell egy mentési pont. Kell egy mentési pont. Szóval elég sok idegesítő dolog van a játékban, alapvetően nem tudom azt mondani, hogy nincs. Killer Trap, ez nagyon jó, ez egy újdonság. Fistic Trap, ugye azzal már találkoztunk, és nekem ez a Hatch Shelter kell. Allow to save game, ez nem tud menteni, itt csak aludni tudunk. És ezek még az újak, lehet raktározni a különböző elemeket, ami végülis a földre is el tudod dobálni, csak sokkal kisebb eséllyel nem tűnik el. Aja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 j
Szerintem ez így jó lesz. Nincsen stickem? Ez borzalmas hír. De egyébként bővül a játék, csiszolják a játékot. Folyamatosan. Én azt hiszem észre, hogy a rengeteg early access játékhoz képest itt sokkal jobb tempóban dolgoznak a játék fejlesztői. Illetve az is nagyon sokat segít, hogy mérföldköveket állítottak maguk elé. Megmondták, hogy ősszel mit akarnak megcsinálni, megmondták, hogy télen mit akarnak megcsinálni, megmondták, hogy tavaszra mit szeretnének elérni, és én eddig az ígéretükhöz mérten én azt láttam, hogy betartják, amit mondanak, amit állítanak, amit szeretnének elérni, és én ezt értékelem. 2018-ban értékelni kell, hogyha valaki betartja azt, amit ígért. Bármennyire szép világot élünk, de ezt értékelni kell. Szóval én ezt tudom mondani nektek is, hogy értékeljétek, amit a készítők letesznek az asztalra. Szerintem zseniális. Nem akarom őket túl hype-olni, mert távol álljon tőlem, hogy most nagyon az ő pártjukat akarnám fogni. De én személy szerint láttam már olyan túlélő játékot, ami nagyon ígéretesen bekopogtatott a játékpiacra. És a játék készítői a kezdeti lóvi lapátoláson kívül nem sok mindent csináltak. És ez amúgy elszomorító. Elég erőteljesen elszomorító. De vannak ilyenek is, nem tudunk vele mit csinálni. Sajnos ez egy ilyen világ.
Én azt látom, hogy, hogy próbálnak fejleszteni. Én azt látom, hogy próbálják elérni azt, hogy egyre bővebb és bővebb és bővebb tartalmat érjünk el. Próbálják csiszolni a játékot, és ami nagyon jó, a kezdeti játékból nem veszített szinte semmit. Tehát ehhez csak jött hozzá. Ja, csak a gyomrom kordult meg. Ennyi. Éhes vagy? Hát akkor együnk egy kis bogyót. Végre harmadnapra újra jött ez a cucc. Értem, ja tényleg a roadmapet láttad is? Igen, láttam az előző részben, be is mutattam. Egyébként maga a térkép mekkora végül is, mert nekem mindig kicsinek tűnik. Nem érződik, hogy nagy lenne a játéktér. Igaz, nem jártam be meg semmi, de mégis nem nagy a játéktér. Ezáltal izgalmas. Tehát a játéktér nagyjából 40%-a az, ami az őslakosok által elég erőteljesen veszélyeztetett. Szóval nem mehetsz mindenhova felelőtlenül, mert vagy jönnek a predátorok és szélszednek, értem én a pumára, illetve a jaguára. Nem ilyen Berki Krisztiáni vadékok jönnek, hanem ez a kettő állat. Illetve ott vannak még a kígyók, amik lerövidítik a történetedet úgy, hogy megharapnak, aztán lázas leszel. Ott vannak most már a madárfogó pókok. Azt hiszem, hogy madárfogó a neve. De nem vagyok benne biztos. Szóval vannak még ott a pókok, amik szintén eléggé problémásak tudnak lenni. Illetve a benszülöttekről meg nem is beszélve, mert a legváratlanabb szituációban jönnek elő. És nem egyszerű aktuálisan ellenük harcolni, mert összesen 4 találatot kaphatsz be. 4 találat az, amit még úgy, ahogy túlélhetsz, de hogyha a 4. találat után még be akarsz kapni egy következőt, akkor valószínűleg így a mentés betöltése opció lesz a legkézenfekvőbb, mert nem elég, hogy megölnek, még meg is esznek. Nem tudom, hogy kanibálok el, ne vegyétek komolyan. Nem tűnik nagynak, nem jön át, hogy na itt aztán szaladgálhatsz messzire, mint egy forestban mondjuk. Ó, túlélésre eszembe jutott egy poén. Két légy sétál Robinsonhoz, az egyik azt mondja, na akkor én most megyek, mire a másik. Jó, akkor pénteken találkozunk, úristen. Jó egyébként. Jó, jó, igen, igen. Annyira nem, 10-ből 4. 10-ből 4 kb. Na, akkor mentünk egyet. Még hozzá, ide. És most már megmaradt, hölgyeim és uraim, ez az egész dikicsolás, amit csináltam, amire amúgy büszke vagyok. Szénhidrát hús is kell. A tűzünk az természetesen kialudt. Meat soup. Ezt még megittuk, nem tudom, hogy mennyi maradt benne, de abszolút kielégítette az én igényeimet. És fiúk, lányok, szerintem itt van az ideje annak, hogy átmenjünk a túlpartra, és megnézzük, hogy valójában hanyadikán van elseje. Itt van húsom, itt is van húsom, egy napig még ezzel tudom táplálni az energia szintemet, valamint a protein forrásaimat tudom pótolni. Na lássuk, menjünk neki. Na de ugye a Long Dark az még mindig ott van a dobogón. Igen, igen. A Green Hell talán nehézségébe tudja felvenni a túlélős játékokkal a versenyt. Mert ugye az sem mindegy, hogy mennyire nehéz, meg az sem mindegy, hogy én most ide nem fogok menni, mert nappal fogunk átmenni. Táró, gyerekek! Melyik növény a táró? Én azt hittem, hogy ez a növény, de nem ez az. Ez lenne? Ez lenne a táró? Small leaf pile. Nem. Nem ez a táró. Ki tudja, melyik a táró? Írjátok nekem körül. Melyik növény a táró? Ez lenne? Small leaf pile. Vagy ő lenne? Ez ilyen dagadt növénynek tűnik. Small leaf pile. Jó, hát a fejszémet koptatom, mint az állat. Az biztos, hogy nem táró. Azt hittem amúgy ez a táró, de nem. Hát ez csak banánleveleket adott. Ő lenne az? Lehet, hogy ő a táró. Megmondom, hogy ez miért fontos, mert miért tározok én itt össze-vissza. Van egy növény, ami így a trópusokon
nő, tárónak hívják, és krumplihoz hasonló gumója van a földbe. És találkoztam már ezzel a gumóval, és jó szénhidrát forrás. És lehet, hogy akkor nem kellene itt szenvednem össze-vissza. Ha találnék itt valami tárójültetvényt. Kicsi a map, tudatosan kicsi. A játék készítői azzal a lendülettel készítették most el ekkorára a mapot. Mert szeretnék az ingyenes DLC, idézőjelben DLC-kkel, a frissítésekkel több olyan zónát megnyitni, ami végül az egész kampányt, az egész küldetés sorozatot támogatni fogja. Hát én nem, hogy lehet, hogy átmegyek bambuszosba, ott világos van, nem? De rohadtul világos. Annyira világos, hogy egyszerűen belevakulok fényáradatba. Utálom a nagy hajnövényzetet. Megnézem Gergőt, a megmentőnket, hogy nem-e hozott új termést. Jó, váltunk eszközt. Valóságban Tárónak a levele a széles zöldek, közepe lilás. Kérdés a játékban milyen? Hát igen, szerintem ugyanilyen zöld növény volt. És amúgy lehet, hogy ki kellene írtani egy nagy csomót ezekből a növényekből, és véletlenszerűen találnék Tárót. Nem vagyok kíváncsi a folklórotokra, ne, kösz, de nem. Nagyon beszaré vagyok, tudom, ne ítéljetek el miatta. De nem akarok tengelyt akasztani egyetlen egy őslakossal sem. Nem érzem magamba a késztetést. Jó, ott maradnak, szerintem. Nem alszunk. Kicsit sok az idegen életforma itt a környéken. Hanem akkor... átmegyünk és keresünk valamilyen szénhidrátot. Arrafelé nem megyünk egy jó darabig. Nem. Őslakosokban egy kicsit sokan vannak. Egyébként a játék szerintem fantasztikus. Nagyon-nagyon jól visszaadja a túlélő játékokat. A túlélő játékoknak az egyik hátulütője az, hogy egy idő után könnyűvé válik. Na mivel itt late game-ben is, vagy mondjuk 200 órát beleraksz a játékba, tegyük fel. Ha megmar egy kígyó, akkor is megmar egy kígyó. Tehát oké, lehet, hogy van készeten dohányod. Lehet, hogy van minden egyes apró kis sarkon egy-egy táborod. Lehet. De a kígyó akkor is meg tud marni, és a kígyó akkor is kellemetlen helyzetbe tud hozni. Hello, haver! Kop! Há, lesz még egy tektős páncélom! Szóval nagyon tetszik ebbe a játékba a letisztultság, az egyszerűség, nem bonyolítják túl, nincs nehéz craft rendszer, meg tényleg úgy állsz hozzá, mint egy teljesen átlagos ember. Úgy állsz hozzá, hogy fingot sincs, hogy mit kell csinálni. Nem fogja a játék a kezed, nem vigyáz rád. Nincs az, hogy jaj, na jó van, gyere, megmutatom, merre kell menni, hogy ne érezd magad kellemetlenül. Én például itt most teljes mértékben frusztrált vagyok. Egyetlen egy szerencsém van, itt van ez a hatalmas lámpa, ami kivakítja a szemem. És így egy az, hogy nem látom teljesen, hogy mi van a monitoron. Másik pedig, hogy nem vagyok full sötétbe. Oké. Óvatosan. Nem lehet tudni, hogy mik lapulnak itt a környéken. Domboldalra értünk, itt van. Jó, tehát a folyó körbe megy, ezt már tudjuk. Jó. Felmegyünk egy magaslatra, hogy rálássunk a környékre. Egyébként, hogyha eltévedünk, akkor mindig célszerű egy magaslati pontot kijelölnünk, hogy oda akarunk eljutni. És onnan próbáljunk meg tájékozódni. Sokkal könnyebb. Sokkal hamarabb el tud veszni az ember, hogyha valamilyen mély ponton van. Termeszek, igen, ezt időben észrevettük. Nem akarom lyukasra csípetni a seggem, tehát őket most így kikerüljük. Megpróbálom megegyezni, de nem ígérek sokat. Ó, ezt nem hiszem el.
Hajnali 5 óra van. Ott egy papagáj. És most van a legsötétebb. Én épek, szevasztok, jó cakát! Ciao, Duzmóka, köszi, hogy itt voltál. Ez nem tűnik természetes munkának. Ez egy kem, gyerekek! Hoho! Smoker, megtaláltuk a kempet, amiről beszéltem. Megtaláltuk a kempet, amiről beszéltem. Medium Bamboo Shelter. Ez az. Oké, megvan a kemp. Torch. No space in inventory. Tobacco leaf, mi az, ami nem kell. Ja, ide tudnám berakni, jó. Itt van néhány kókusz. Drink. És... bontsuk meg. Zöld vagy fehér? Úgy látom, fehér. Igen. Megesszük. Kis szénhidrát, egy kis zsír. A valóságban eléggé creepy lenne, ha 20 méterrel laknál az őslakosoktól, akik felfalnak. Hát igen, igen. Hopp, itt egy nyíl. Zsír, nyilam már van. Nem tudom egyébként, hogy mit tudnék csinálni. Drink. Hogy állunk vízzel? Jól. Harvest. Ez az, és megesszük. És take, persze, persze. 5 itt. És ezt pedig kilökjük. Gyűjtse nekünk a vizet, hogyha erre járunk. Na, mivel nem ismerem az északi részét ennek a dzsungelnek, és remélem, hogy találok esetleg ilyen gergőnövényt, vagy akár banánfákat. Nem tudom, hogy banánfák merre vannak, de van egy olyan sejtésem, hogy nem nyugati oldalán fekszenek a szigetnek, hanem a keletin. Ami nekem egy határozottan rossz hír. Az észak-keleti részén van az a biztonságos zóna, ahol nyugodtan le lehet telepedni, ahova nem mennek az őslakosok. Ez 100%. És gyerekek, gombát sehol nem találok. Vízparthoz érünk, tehát csörgőkígyó veszély az most elég rendesen megnő. Felkelő nap fényei. Felkelő nap fényeiben kezdi el szívni a véremet valami kis pióca. Ott van, szasz haver. Nem váltottál retúrjegyet, tehát takarodj innen a francba. Lehet, hogy ezek a papagáim még mindig rainbogosak. Amúgy bambuszon kívül nem sok mindent találtam még. Abogyók, jó, oké. Kellett nekem hamar mondanom valamit. Megesszük, kell a víz is, meg kell a szénhidrát is. Remélem egyébként, hogy a kertészetet be fogják hozni a játékba. Nagyon remélem. Mert oké, hogy itt mászkálsz, meg szered össze a dolgokat, de... valami időtállóbb kajára is szükségünk lenne. Csak de, hogy megmaradjon egy is, így van. Most felzabáljuk az összeset. Most már, hogy látunk is, látjuk, hogy a sziget az nem ad túl sok mindent. Emellett simán eljöttünk éjszaka. Kicsit nehezen volt észrevehető. Banánt kellene találnunk egyébként, az lenne a legjobb. Az egészen jól adja a szénhidrátot, függetlenül attól, hogy semmi másra nem jó. Úgyhogy megpróbálkozok a folyónak a túloldalával. Ez a rész kizárólag a bambusz miatt érdekes. És ez egy kicsit elszomorít. Oda kéne átmenni? Hol a... hát azok a pálmák. Az meg ott a vízesés, amit nem lehet, ahol nem lehet átmenni.
Van, miért nem live-olsz mesztelen brutalitást? Azért, mert abból videót kezdtem felvenni, nem pedig live-ot. Meg egyébként egy 35 perces rész nagyjából egy olyan 1 óra kötőjel másfél órányi anyag. Tehát én végig tudnék beszélni egy live alatt mondjuk másfél részt, de hetente egy live-ot csinálok, abból a mesztelen brutalitásból meg kijön hetente 3-4, akár 5 rész is. Tehát higgyetek, nekem sokkal több részt kaptok így ezzel a formával, mint hogyha live-olnék belőle. Nem történik annyi akció a játékban, nagyon sok üres járat van, és egyébként engem se fáraszt annyira le. Engem se fáraszt annyira le, mint például egy live, mert így célszerű, hogyha beszélek. Még hogyha annyira nem érdekes dolgot is, de célszerű, hogyha kommunikálok veletek. Mert nagyjából így tudom megtartani a figyelmet, ez nekem az egyik technikám, ez egy ilyen sajátosságom. Bár biztos nagyon sokan vannak, akik legalább ennyit beszélnek, mint én. Na most arról beszéljünk, hogy hol van a banánfa ültetvény. Na, papagájok! Remélem nem fostak a fejemre. Egészen jól állunk, srácok, lányok, szénhidráttal abszolút pazarok vagyunk. Ez a növény nekünk kell. Ez a növény nekünk kell, mert gyógyszer. Oké, kaptunk 2, nőtt a fejszénk. Az egy csörgő kígyó? Az egy csörgő kígyó. Messziről kiszúrtam a kis csávót. Őslakosok. Másodjára dobom mellé. Na, végre. Az az igazság, hogy nem tudom, hogy mennyire... De utálom a zenéteket. Az a baj, nem látom. Nem látom, hogy hol van a rohadék. Egyre erősebb a hang. Ha pekhen van, akkor ott vannak fönt. Ott van egy út. Hello fiúk! Én egy másik világ szülötte vagyok. De ott annyira nem preferálják az ember húst. Mi lenne, hogyha ti is inkább ilyen növénydiétán lennétek? Szerintem arról jönnek valahonnan. Lehet, hogy ők tudják, hol van a banánültetvény. Ennyiben egészen kellemetlen átjönni erre az oldalára a dzsungelnek. A veszély könnyen megtalál, de nekem aktuálisan... Hát, ha odafigyelek, hogy mit teszek, nem kell gomba. Egyébként. Gergő meg tud gyógyítani. Hogy kell live-olni? Luna Channel! Írjál rám Facebookon, link a leírásba, és elmondom, hogy kell live-olni. Yahoo! Köszönöm szépen, Anorak! Oké. A veresegyházi férfi kórus az elhúzott a büdös francba, valószínűleg abba az irányba. Szerintem az észak. Tudom, hogy északi oldalon, folyó túloldalán van valahol egy törzs, egy falu. De pontosan nem tudom megmondani, hogy hol. Újabb virágos rét. Jó, nem ide telepettem ki. Úristen, micsoda fusztrált. Mennyire fusztrált lehetnék. Hogy állunk? Jól állunk. Itt van egy völgy. Wow. Ott lenne? Itt van valahol, gyerekek, egy falu.
nagyjából 6 darab őslakossal, ott a túlparton, nem tudom, hogy látjátok-e ott, 6 vagy 7 őslakossal. Like, subscribe, Bunominátor, bűn, ha még nem tetted meg. Köszönöm szépen, mind a buzdítást, a reklámot, mind pedig a kattintásokat. Szóval van ott 6 vagy 7 őslakos, akiket a legegyszerűbb úgy kinyírni, hogy távol maradsz, megnézed, hogy mi az a legtávolabbi pont, amit nyillal el tudsz. Hogyan tudod őket eltalálni nyillal? És meg kell próbálni őket messziről kilövöldözni. Ó! Oh. Ott szalad a vacsora. Sajnos messzebbre, mint amennyire szeretném, hogy szaladjanak. Nem. Ez még mindig nem jó banán. Olyan, mint a papagájok az őslakosok környékén lennének, eddig mindig akkor találkoztam velem a... itt biztos. Szóval ez is egy ilyen paradicsom, mint ami van a másik oldalt, ami mellett eljöttünk. De ott nincsenek őslakosok, itt meg van konkrétan egy egész falu. És nem sok minden van, nem sok minden van fegyver, egy ilyen fegyverállvány van, amire a fegyvereidet rápakolhatod, amitől annyira nem mentem a falnak. Valamint van még egy ilyen tűzgyújtó eszközük. Gergő! Megvan. Oké, elmentem. Elmentem, nem zavarkodok, csak Gergőt akartam leszüretelni. Az a kavics tudja, hogyan kell a leve... Bassza meg! Bocsánat. Oké, na akkor jött újra a sebláz. Tobacco leaf, az már van, gyorsnak kell lennünk. Nem gondoltam volna, hogy ekkora pekünk lesz. Oké, kössük be szépen, hol mart meg minket ez a kis szutyok. Ott bizony. Ó, de csúnya vagy. Oké, bekötjük magunkat. Unov herbet kell lenni, azt hiszem, az csökkenti a lázat. Illetve a halálos mérget. Unov herbünk meg nincs. Remek. Nem rohanunk. Nem fárasztjuk ki a testet. Te vagy barátom egy. Unov herb. Itt. Oké. Okay. Elmúlt a halálos méreg. Lázunk van. Lázunk van. Azt mondja, hogy most még mielőtt gyorsan így elpusztulnánk. No treatment. Fever making infusion of plants that naturally reduce fever will speed up the healing process. Aha. Oké. Okay. Mik azok a növények? Igen. Great Red Fever, nagyon jó! Oké, főznünk kell. Vissza kell szaladnunk, hölgyeim és uraim, a lehető leggyorsabban. És ennyire bírjuk a terhelést. Ah! Rossz gombot nyomtam meg. Ott van a bambuszerdő. Eléggé rosszul állunk. Energiára van szükségünk. Meg fogjuk enni azt a vízi disznóhúst, amíg még van. És akár a vízben is közlekedhetünk, nem? De! A vízben is közlekedhetünk, mert aktuálisan a vízi életforma nem annyira gazdag. Nem lenne egyszerűbb Tesco-ba menni és banánt venni? De, sokkal egyszerűbb lenne. Kaja. Itt. Oké. Okay. Jó. Meddig jók a növények? 14 óráig. Hát az rohadtul nem sok. Visszamegyünk. Ott az a fényes pont, ami be nem fejezett falunk.
az egy nagyon jó iránymutató számunkra. Ott van még növény. Ezt összeszedjük. Gyerünk. Unknown herb. Ez majd akkor lesz jó, ez az unknown herb, hogyha megint megharapna minket valami gusztustalanság. És le kell szednünk magunkról a... Ki fogunk ájulni megint? Az igen! Az! Micsoda társaságom! Egyből nem vagyok magányos. Gyerekek, ezt a vért én növesztettem, jó? Vajon, hogyha a vízbe ájulok el, megfullad a karakterem? Már mindjárt ott vagyunk! Gyerünk! Még egy kicsit! Maradj talpon! Lelőlünk, szundizunk egy-egy! You passed out, of course I do! Oké, felkeltünk, amikor kicsit ugye regenerálódott a szervezetünk. És az utolsó egynegyedélnél vagyunk ennek a sebláznak. Ennek a méregláznak. Nagyon-nagyon nem jó. Lássuk meddig jó, még 11 óráig van, még sült húsunk. Kirakjuk, nem rakjuk. Tartósabb tüzet fogok csinálni, hölgyeim és uraim. Meddig jó még ez a hús? 8 óráig, 11 óráig, megesszük. Muszáj megennünk Gergőt, hogy szénhidráthoz jussunk. Azzal még tartalékolunk, egy kis vizet beviszünk a szervezetbe. Mondjuk vagy 4-et. Hát még egyet, 5-öt. Így. Az lesz meg, hogyha vízben álljussz el. Szerintem a vízben még úszni sem lehet. Jó, alszunk 1-2 órát. 7, 8, 9, oké. Jó, nem vagyok már lázas. Ez nagyon-nagyon jó hír. Összeszerelem így a szenet meg a hamut. Azt hiszem, hogy a hamut is lehet használni valamire. A szenet az biztos, hogy víztisztításra lehet, úgyhogy inkább most már ilyen irányba szeretnék tovább menni. Nem tudom, hogy hol van banán ültetvény, pedig nagyon-nagyon jóra ne megtalálni. Én nagyon-nagyon boldog lennék, nem tudom, hogy vagytok vele. Először is, kell nekem egy tűz. Fire! Campfire, small stick, stone 12. Ez az a következő elem. A campfire, tehát gyűjteni fogunk követ. Így, né? Nagyon jó. Akkor begyújtjuk, és használjuk ezt. Dry leaf. Campfire, nem, utolsó rostot használjuk fel. Úgyhogy száraz leveleket kell gyűjtenünk, hölgyeim és uraim, amiket nagyon-nagyon egyszerű begyűjtenünk. Technikailag az elszáradt szürke színű pálma levelekre kell hagyatkoznunk. Tiszta víz van benne, mennyi? 21 per 25. Hát az nem rossz. Az nem rossz. Dirty. Liquid conflict. Konfliktusba kerültek a folyadékok? Azt a kutyafáját. Van egy másik technős páncélunk, amivel szintén a főzésnek a tudományán, a főzés oltárán tudunk áldozni. Szerintem egy gergőgyümölcsöt belerakok ebbe a tiszta vízbe, megnézem, hogy mennyi szénhidrátot ad. Itt 16 szénhidrátot és 8 vizet biztosít számomra. Felforrt a víz, belerakjuk ezt a húst. Tehát még egyszer, gergőgyümölcs, 16 szénhidrát, 8 víz. És 15 szénhidrát, 22 víz. Nem éri meg, ne pocsékoljátok el erre. Az lesz a pack, igen, van. Nekem nagyon tetszik ez a game, csak nehéz. Ettől survival. Ettől túlélő. Tehát egy játék, attól mert nem könnyű, attól mert nehéz, nem biztos, hogy rossz. Dry leaves? Nem, pam. Oké. Okay. Megmerítettük vízzel. Amúgy ilyen halleveseket csinálhatnánk, srácok, lányok, úgyhogy simán működőképes lenne a történet. Jó, visszarakom a teknős páncélt, mert a... Milyen hangja van a forrásban levő víznek? Jesus! Piszkos víz. Hadd forjon fel.
Utána szerintem bele is fogom rakni ezt a húst. Ja, nem ez sült hús. Van értelme? Nincs. Nem is tudom belerakni. Oké, itt van még egy kis meat soup. Egy teknős meat soup. Akkor ami nekem kell, össze kell szednem majd köveket, nagyobb köveket. Annak érdekében, hogy körbe rakjam, a campfire-t megcsináljam. Mert hogyha köveket rakok körbe... Várjatok már! Lehet, hogy ide rakok egy füstölőt, és akkor meg tudom füstölni a húst. Ami szintén tartósítás. Ugyanis mind a sózás, mind pedig a füstölés egy tartósítási metódus volt. Ugyanis akkor még nem nagyon voltak hűtők. Leboxoljuk a francba. Nem voltak hűtők és az emberek füstölték, illetve sózták ezeket a húsokat. Egy nagyon-nagyon jó technika. Abszolút bevált az embereknél. És itt is használják a játékba. És örülök amúgy, hogy nagyjából megpróbálják megtalálni az összhangot a játék, illetve a valóság között, ami természetesen nem lehetséges, de szerintem a Green Hell egy olyan játék, ami igen-igen közel áll ehhez. Ehhez a szinthez. Megtalálja a közös hangot. Valóságos és valótlan között. Na, menjünk le ide, aztán nézzünk valami halleves után. Igen, N, simán N. Csapdák! 27 stick. Rotate. Jó, hát ide fogjuk lerakni. Ennyi volt a stickem. Kezdhetünk összeszedni stickeket, srácok, lányok. Szóval én örülnék neki, hogyha mondjuk így bejönne a játékba a növénytermesztés, hogy mondjuk növényeket tudsz ültetni, fel tudnád kapálni így gyakorlatilag az egész környékedet, az egész bázisodat. Szerintem simán jó lenne. Rengeteg játékosnak adna egy ilyen lehetőséget, hogy akkor oké, nem megyünk messzire, visszamegyünk, biztonságos bázisokat csinálunk. Méghozzá azzal a technikával, hogy itt mindent elültetek. Oh, big stone. Yeah! Adjin! Jöhet a többi. Olyan technikával, hogy kiválasztanak egy biztonságos helyet, és akkor ők ott eljátszogatnak. Palm leaf. Dry leaf kell majd, meg ugye rengeteg ilyen kis piszkafa. Dohány. Itt volt egy pók valahol. Ott van a kis drága. Szétcsaptuk az agyvelejét ennek a póknak. Ami nem késik, nem múlik. Így van. 100%. Ezt megcáfolni se tudom. Még itt vagyok egyébként. Mi a lényege? Minél több ideig életben maradni? Hát most aktuálisan igen. Most a játék körülbelül ennyivel sakkozik, meddig tudsz életben maradni, úgyis meghalsz. Vagy nem. De egyébként nagyon nagy esélyed van rá, hogy el fogsz pusztulni. De igen, hogy meddig maradsz életben. Alapvetően a játék ezzel az egyetlen egy ponttal sakkozik, és ezzel tud sikeres lenni, mert próbára teszi az emberi hiúságot, tudjátok. Ez a versenyzés. Te meddig maradtál életben? Ott csak 12 napig, hát az tök csira vagy. És lehet, hogy valaki meg életben marad, esetleg ilyen egy jó pár hétig. Dry leaf. Összeszedjük. Szétmorzsoljuk. Ez az. Most már van gyújtósunk. Ami fenomenális. Szénhidrátunk nem omlik össze. Kövek. Jennifer! Ó, itt is volt kő. Gyorsan visszaszaladunk a kővel. Holnap pedig elmegyünk vadászni, mert valószínűleg a fehérje tartalékaink az eléggé ki tudnak kopni.
Az kicsikő volt. Nem baj, legalább botér, visszajövünk. Amúgy, hogyha... Tudnánk, hogyha találnánk itt a környéken egy olyan növényt, aminek a belseje, a szivacsos része ehető, cukornád? Azt hiszem cukornád. Ha találnánk itt cukornád, a hölgyeim és uraim, akkor sokkal, de sokkal egyszerűbb lenne az életben maradásunk. Annyira nem jelentene kihívást. Életben maradnunk, mert az rengeteg szénhidrátot tartalmaz. Aránylag gyorsan újra nő. Felvesszük ezt a Big Stone-t. Háromnál járunk. Ott van egy kókusz. Célszerű egyébként úgy közlekednetek a játékban, hogy multitaskingoltok. Tehát több mindenre figyeltek. Nem csak egyetlen egy dolgot követtek, hanem megpróbáljátok a figyelmeteket olyan szinten feldarabolni, szétdarabolni, hogy akár több feladatot tudjatok egyszerre elvégezni. Ez nagyon-nagyon fontos. Hogyha mentek valahova valamiért, akkor útközben összeszedtek még ezt, meg azt, meg amazt. Ez például nem is volt itt. Tehát randomban nőnek ezek a növények. Megint Leech? Nem? Ó, de. Többiek? Itt vagytok, szaszt. Remélem jó volt a házi buli, mindenki rohadt jól érezte magát. Stick. Inda. Az is kellett egy. Nagyon jó. Jó, mert ezek a botok potyognak az égből. Én nekem a túlélési rekordom 11 nap, de béna vagyok, de nem adom fel. Egyébként egy tipp így a játékot játszóknak, vagy azok, akik fogják játszani ezt a játékot, egyetlen egy dolgot kell szem előtt tartanatok, hölgyeim és uraim, hogy jól tudjátok olvasni a játékot. De ez minden játéknál így van. Ha jól tudod olvasni a játékot, akkor gyakorlatilag simán kijátszod a... Itt egy gergőfa! Ez az! Nem szedjük le! Hó, boldog vagyok! A bázisomhoz közel van egy gergőfa. Hát ez zseniális. Ez nagyon jó. Valamint itt van még kő is. Oké, part mentén. A kókusz lesz a mérvadó. Ott lesz egy kókusz. És itt volt még egy long stick. Ezeket most akkor is ide fogom félrelökni. Rakok a tűzre, arra fogom elhasználni a botjaimat. Megnézem, hogy hogyan állunk kajával. Szénhidrátunk kicsit le van csökkenve, de szerintem megisszuk még ezt a... Így van. Szénhidrátot kaptunk... Miből kaptam 5 szénhidrátot? Mi volt benne? Milyen hús? Oh, jó. Rothadt növény nem eszünk. Rothadt növényt nem eszünk. Destroy. 8 óráig még jó. Ezt megesszük, meg szerintem ezt is megesszük. Kaptunk egy kis energiát, elhasználjuk. Reggel pedig halásznével fogjuk kezdeni a napot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elindulunk ebbe az irányba, megpróbáljuk átvésülni itt. Én szeretem azt is, eljátszok én mindennel. A háborús stratégiai játékok hogy fekszenek, Company of Heroes? Azok a stratégiai játékok, amiben tankkal kell menni, meg ilyen katonákkal, azok annyira nem tetszenek, bármilyen hihetetlen. Én nagyon sok stratégiai játékkal játszottam már, megvannak a személyes kedvenceim, van amit csak nézni szeretek, valamit nem szeretek játszani. Coconut, water, tíz, oké, megittük a vizet. Valamit abszolút nem szeretek játszani, valamit csak nézni szeretek, ilyen például a StarCraft 2. Imádom azt a játékot, de ott nem játszok már StarCraft 2-vel, amikor kijött, akkor játszottam vele aránylag sokat. Megesszük a bogyót. De ezek a második meg első világháborús stratégiai játékok annyira nem jönnek be. Lehet, hogy van valami negatív élményem így régebről, és az ami frusztrált át ezt. Nem tudom konkrétan, hogy mi az oka, de tudom, hogy nem szeretem őket. Mindennel meg én viszont nem szeretek játszani, hanem valamivel meg kell fogjon a játék. Te
Tehát amit most kezdtem el tesztelni, How to Survive 2-t, az igazság az, hogy az elején eléggé untam a játékot. Majd utána elkezdtem olvasni a játékot és rájöttem, hogy miről szól. Onnastól kezdve tudtam elkezdeni élvezni. És ez egy olyan 6 órás játék után jött elő. Valami hangokat hallottam, amik nem annyira voltak bizalomgerjesztőek. Na mindegy. Szóval így a második világháborús játékok azok nem a zsánereim. Úristen, hogy lehet ilyen sötét? Jézusom. Hol a kő? Itt volt a kő. Ott a kókusz. Hol? Fuck. Itt egy kő. Ez az. Multitasking, gyerekek. Horror a kedvencem. Én nem szeretem a horrort. És valószínűleg nem is fogok horrorra játszani. A csatornán. Én nem igazán szeretem, gyerekek. És... Be tudom bételni? Lehet, hogy be tudom bételni amúgy. Gyere, Jennifer. Milyen nevet adtunk múltkor a kőnek? Valamilyen nevet adtunk. Valakinek a barátnőjének a nevét adtuk neki. Puk, puk. Oké, tudunk aludni. Ó, itt már forra víz. Itt már forra víz. Dirty 15. Hozunk fel még egy kis vizet, felforraljuk a másikba. Csak hogy legyen. Itt már ennyire közel van. Nagyon jó. Hogy tudsz egy játékkal 6 órát játszani, amit unsz? Nem csak 6 órát játszottam vele, szerintem olyan 10 óra körül vagyok. Hát ezt most konkrétan, hölgyeim és uraim, a Gamers Hungary oldaltól kaptam. Meséltem már nektek előző alkalommal, hogy van egy ilyen partner program, és mindenki kap egy ilyen feladatot, hogy van lehetőségük választani játékokból, és arról készítenek egy bemutató videót. Na már most, hogyha ezzel a hozzáállással mész neki egy játéknak, hogy te ezt idézőjelesen munka elvégzéseképpen műveled ezt a játékot, akkor teljesen más lesz. Akkor úgy nem is az lesz a lényege, hogy élvezd, hanem az lesz a lényege, hogy megismerd. Az lesz a lényege, hogy tudd jól olvasni a játékot, és hogy ne mondjál baromságot. Mert egyébként ezt a munkát is el lehet úgy végezni, hogy hára van ez a játék, amúgy jó, vegyétek meg, játszátok, az cső, ennyi volt. Lehet így is csinálni, de ez nem rám val, és sokkal lelkiismeretesebbnek gondolom magam, mint hogy egy ilyen, mint hogy csapnivaló munkát adjak ki a kezemből, ezért választottam olyan játékok közül, amik érdekelhetnek. És amúgy érdemes volt kitartani, mert tudom nektek is ajánlani a How to Survive-ot, mert egy jó játék, csak el kell jutni addig a pontig. Nem fér a backpackbe mi. Tele vagyunk, ott van a léc, majd visszajövünk érte. Visszarohanunk gyorsan a base-be. Turn up the base. És lehet, hogy szundítunk egyet, így a pirkadattal. Valamint folytatjuk tovább a szénhidrát, fehérje, illetve a kőgyűjtő akciónkat. Jó, tele van a tűz. Van a közelben egy gergőfa, megnézzük, hogy hogy állunk így egészségügyileg. Szuperül, az. Ez az obszidián, hogy folyton be akar mászni hozzám, szihetetlen. Ez még jobb, homok. Vagy mi, hamu. Oké. Ezt ide dobjuk ki. És szerintem ide kidobok még ilyen piros virágot. Erre nincsen szükségem, valamint ezt is meg kell főzni, ezt az ismeretlen lila virágot. Ácsi. Te mit adsz? Egy food poisoning, remek. Ez nagy, tökre megéri. Nem is értem, hogy eddig miért vártak a játékkészítői, hogy ezt a dolgot behozzák. Na, asszunk egyet, gyerekek, feltöltjük az energiánkat, mert az mindenféleképpen ránk ér. Mi ennek a játéknak a neve? How to Survive... Ojojojoj. Kettő. Csekkoljátok le, szerintem megéri. Vagy ha nem szeretnétek lecsakolni, nem szeretnétek időt szánni rá, akkor várjátok meg, amíg elkészül a bemutató videóm, és akkor nézzétek meg. A kettő nem zárja ki egymást. Nagyon szeretem itt ebbe a játékba, hogy a földön ennyi minden van. Tehát hiába kotrod össze, így egyszer csak így lepotyognak. Szerintem nagyon-nagyon jó.
Ennek Green Hell a neve, de amiről beszéltem az előbb, az a How to Survive 2, amivel indokolatlanul sokat játszottam, úgyhogy nem élveztem, de most már azt tudom mondani, hogy megtaláltam benne az értelmet. Ott azt a gergőfát találtuk meg? Hát ránk fér egy gyümölcs. Vagy kettő, vagy három. Kösz, Geri! Király vagy. Imádom a fejedet. Itt. Na, társaságot kaptunk megint? Igen, valószínű. Nem. Ott van. Nak. Ennyi volt. Azt hiszem az első részével játszottam. Igen, egészen jó volt. Miért iszol este 9-kor energiaitalt? Mert ki van bontva. És holnapra ez már nem lesz finom, úgyhogy meg kell inni. De egyébként nincs az a misztikus hatása már rám ennek az energiaitalnak, mint amivel riogatják az embereket, hogy úristen, energiaitalt iszol, nem fogsz tudni aludni. Hát mire én lefekszek aludni, srácok, lányok, higgyétek el, fogok tudni. Amúgy nem is tudtam, hogy este 9 óra van. De mivel holnap nem kell mennem dolgozni, azért fenn lehet maradni sokáig. El nem tudtam volna képzelni, hogy mennyire örülni fogok én felnőttként ennek a dolognak. Hogy én döntöm el, hogy mikor fekszek le és mikor kelek. Úgyhogy azért is lesz egy picivel hosszabb ez a mai élő közvetítés, mert bírom, hölgyeim és uraim. Illetve még néhány vízidisznót ki kellene nyírnunk. Ott is van a vacsora. Lehet, hogy ti nem látjátok, de én látom, hogy hogyan rázza a kis seggét. Illetve ez a terület tele van ilyen kötöző növényekkel. És hallgatózunk egy kicsit, hogy van-e valami... Ha? Hello, haver! Valahol szerintem van egy tetem, mert mintha legyek dongását hallanám. Nem tudom, hogy ti halljátok-e. Az igen, azt jól ellökted, haver. És a csontot is. Csontlevest is lehet csinálni elméletileg. Hol a gergő? Itt a gergőfa. Ez a fa a megmentőnk. Ott a csont, ott a kő. Ott a túloldalt. Meg van egy csörgőkígyó. De én azt szerintem ki fogom kerülni. Mindjárt megszólal. Aha. Valahol itt van a környéken és nem látom. Nem látom, hogy hol van, és az roppant mód idegesít. Mert eddig ez nem volt egy olyan veszélyforrás, ami esetlegesen megakadályozott volna bármiben. A szóló játékban itt van a kempem ezen a területen, és ez szerintem egy egészen jó terület, egyetlen egy hibája van, hogy nagyon sok őslakos jár errefele. Ennyi az összhibája. Van neked hála a Rimworld-ezök, Keplert ezek, Projekt Zomboidozok, Green Hell ezek, Raftozok, köszi! Nagyon szívesen, Leo! Nagyon szívesen. Én nagyon-nagyon szeretném megmutatni mindannyiótoknak, hogy szerintem mik azok, amik jó játékok, szerintem egy játékot hogyan lehet játszani, hogyan érdemes, vagy hogy hogyan kell. Én ezért is kezdtem el, gyerekek, videózni, hogy meg tudjam nektek ezeket mutatni. Ez volt a fő motiváció is. Na igen, ezt az utat kerestem korábban. Igen, akkor először is azt leszületeljük, mert most még nem kell megennünk. Ezért is kezdtem el videózni, hogy ezt nektek meg tudjam így mutatni. Mennyi húsunk van? Van 4 kapibara. A füstölőt is meg kéne csinálni, csak meg akarom találni azt a rohadék fát, amelyiknek szivacsos a cukornádat. Tudom, hogy itt van valahol egy. Elméletileg lennie kell valahol. Nem tudom, hogy azt meg lehet-e füstölni. Azt tudom, hogy itt találtam valahol tárót. Ugyanis itt volt az első bázisom. Na, régi szép emlék.
Hány óra van amúgy? Nem akarok sötétbe hazamenni. 16:44, akkor még van egy órám kb. Hajonapló kiegészítés, RTS2, EU2, szerverem küldetés, belemegyek a sok gyökérbe, sikertelen. Oka a sok gyökér, 45 000 plusz jött be. Pisti, jó indulattal kell elkezdeni játszani. Na igen, ez okozta nekünk a food poisoninget, de szerintem valami haszna van ennek a növénynek. Azt most nem szedjük le. Cukornádra vadászunk. És közben lassan mozgunk, hogy a kígyók ne zabáljanak fel minket. Az valahogy le lehet onnan szedni, az... Mindig elgondolkoztam azon, hogyha egy növény kinő a fából, és azt az érzést kelti fel benned, hogy annak valójában nem kéne ott lenni. Koptassuk el a fegyverünket? Milyen jó ötlet. Hát a pont valami őslakos hadseregbe botlunk. Igen, vízidisznó az most nem kell, van elég kajánk. Itt van ez a domb. Innestől kezdve már veszélyessé válik a terep. Az ott bogyó. Nem találtam meg a növényt. Menő lehetnél és... ehetnél nyers húst. Gergő úgyis meggyógyít. Á, nem akarok se menő lenni, se nyers húst nem szeretnék enni. Szeretem főként azt csinálni az ilyen játékokban, amiket úgy én is megcsinálni bizonyos szituációkba, és ugyanúgy kanibál sem tudnék lenni. Szerintem. Főleg... Azaz, hadd essen! Főleg, hogyha mondjuk még ismertem is az illetőt, akit mondjuk meg kéne enni, bár szituáció függő. Kék gomba is jó. Találtunk végre gombát. Bár ez az, ami zölden világít. Ez is szénhidrát. Csinálunk gombalevest. Jól van, ez a fa, ez kék gomba. Tehát itt van kék gomba. Ez hatalmas tudás. Ez nagyon-nagyon jó. Megnézi valaki, hogy a kék gomba mit csinál? A kék gomba. Valaki lesse már meg Wikipédián, vagy az oldalnak a wikién, hogy mit csinál a kék gomba. Ez a feladat. Aki megtalálja, az kap tőlem egy nyomdamacit. Egy virtuális nyomdamacit. Azt mondja, hogy nyugat fele kell mennem mindenféleképpen, és... Jajajajajaj. Ez most teljesen felesleges volt eldobnom. Igen, nyugat fele tartunk. Nyugat lesz a jó irány, úgyhogy nem fogunk most így eltévedni. Edd meg nyersen. Hát ne haragudjál László, de az előző megszorolásod után egy ehetnél nyersen húst. Lehet nem tartom a legjobb ötletnek. Ott valami piroslik. Az bogyó, de bogyónk az most van elég. Ah, itt van az út. Tényleg. 11 óra van még Gergőből, és 14 óra van még a bogyókból. A gombák azok még bírják. Mit csinál a kék gomba? Hogyan egyen meg? Megfőzzem? Ne főzzem? És az úton vagyunk. Hát most már hölgyeim és uraim, nem sokat látok a tájból. Sajnos. Ezért biztos, hogy nem fogom megtalálni azt a növényt, amit szeretnék nektek megmutatni. Kígyó? Nem nincs. Megkeresem majd. Lehet, hogy visszafele megyünk. Most eljöttünk a bambuszostól, ugye a kokain farmtól. Ott van a kígyó, ne felejtsük el. Nem szabad beleszaladni. Az a patkány ment, az ezek nem támadja meg a kígyó. Engem megharap, a patkány meg nem eszi meg. Srácok, bocs, de vége van a bulinak.
Lehet sikerült halat fogni. Hát igen, valószínű. Oké, ez a kő kell. Mégsem. Túl vagyok terhelve. Okay. Jó, és ott van a bázis. Nagyon jó. Éjszakára visszaértem, mert rengeteg szénhidrát, illetve rengeteg fehérjével gazdagodtunk. És most célszerű lenne egyébként a füstölőt megépítenünk. Mert valahogy tartósítanunk kell a kaját. És azt, hogyha megsütjük, nem tudunk belőle levest csinálni. A tűz! A tűz! 10 óra, 13 óra. Lássuk, hogy állunk. Hát eszünk egy gergőt. Lássuk, hogy állunk. Hibátlan. Oké, összeszedjük akkor itt, ami maradt. A teknős páncélokat arrébb kellene rakni. Ide kipakolom a felesleges szenet meg a barátait. Szén, hamu, szén. Ja, meg a csont. Tényleg, a csontból leves szeretnék csinálni. A csontból levest, és megnézni, hogy mit ad nekem. Mert lehet, hogy... Szerintetek van esély, hogy a csontleves az nem proteint ad? Ez most egy ilyen kollektív kérdés. Van esély arra, hogy a csontleves az nem ad proteint? Tess enni a nyers húst. Egyen meg nyersen. Edd meg a bögyök megromlik azt a... Igen, azt már megettem. Lehet sikerült halat fogni. Lehetséges. Teljes mértékben ehetetlen a kék gomba. Ó, de jó. Megpróbálom megfőzni amúgy. Csak kell megint tűz. Small fire. Oda, lábhoz. De legalább így egy sunggal megvan az egész. Használjuk, rakjunk bele egy kis dry leafet. Nem használom el az utolsó rostot, mert a növényi rostokat valamilyen okból kifolyólag, kizárólagosan csak gyógynövényekből tudjuk kinyerni. Amúgy egészen érdekes. Oké, srácok. 25 per 25. 25 per 25. Következő lesz a metódus. Rakunk bele egyszer, még egyszer. Rakjunk ilyen bogyót bele még a levesbe? Ez most megfő. Megpróbálunk bónusszal, megpróbálunk gazdagabb leves csinálni. Mit szóltak hozzá? Na? Semmi? Semmi. Gomba? Semmi. Gergő? Semmi. Lehet, hogy tudok belőle leves csinálni. Lássuk, hogy állunk. Egészen jól. Együnk egyet. Ez az! Szénhidrátot nem kaptam. De a bogyókkal meg Gergővel egészen jól életben maradok. Hozok bele vizet. Dirty 15 per 40. Közben megnézem, hogy van-e hal. Yeah! Peacock bass! Nagyszerű, nem csak piránya. Oké. Lássuk, hogy te mi vagy, barátom. Ilyen páva szemű akármi. Naphalhoz hasonlít. Harvest. Ezeket a... Szóltokat kidobálom innen. Egy stack bőven elég. Köszönöm, mindenre nem tudjuk használni. Nagyon jó. Akkor kell a víz. Oké. Az szépen felfor. Azt a levest úgy hagyom. Szerintem a játék jelenlegi stádiumában, hogyha levest főzöl, akkor az nem romlik meg. Én ilyen irányban merek gondolkozni, mert nincsen semmilyen romlás stádium ide feltüntetve. Tehát ez most egy leves. Gombaleves? Talán?
Szerintem ne dobálj mindent egymásra, mert nem bírom majd felszedni. Óleó! Hogyha így megnyitom a panelt, lássuk gombából föl valami jó. Van egy gergünk, illetve van olyan piros virágunk, az a food poisoninget orvosolja. Lássuk, mi ez? Törtös elmus, mushroom soup. Tudok még beleadni? Hát, egyszer élünk. Tudjátok mit? Elmentjük, és megisszuk. A kutya fáját, 2 kalóriát. 3 kalóriát nyertünk a gombával. Túl sokra nem mentünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy meg tudom sütni a gombát. De hogy tudom megsütni, csak odarakom. Na jó, lehet, hogy ezzel nem jártam jól. Lehet, hogy egyébként be tudok bétálni vele valamit. Az se lenne egy rossz gondolat. 15 per 40. Megfőzöm a halat, mert halat még úgy családtatok. Itt tőlem. És mivel nem piranyát fogtam, a piranyának ilyen nagyon kevés protein tartalma volt. De talán ennek a pikáknak nagyobb, mert nagyobb is a húsa. Liquid conflict. Igen. Esett az eső és beleesett? Nem állj gyerekek! Nem. Hát akkor... Nem tudom egyszerűen kiönteni? Dirty water. Hát akkor meg kell várni, hogy elálljon az eső, mert eső gyűrik ebbe a... Hey, haver, fel akarom forralni ezt a vizet, érted? Fel szeretném forralni, és ahhoz mindenféleképpen ki kell öntenem. Na ez például egy tökéletes bug. Esik az eső, felfelem a fordítva a teknős páncél, gyűlik bele a víz, és egyszerűen nem engedi, hogy bármit is rakjak bele. Szemét. 10 óra. Egyébként teknősökre vadászok még, mert hogyha ez így működik, ez az elmélet is stabil, így működik, akkor levadászom a húst, levest főzök belőle, megfogom a levest, arrébb viszem, lerakom, és így felsorakoztatok akár 30-40 levest, és idejével kiszűrcsölöm, és... Ne szóljatok a játék készítőinek! Szóljatok nekik, hogy ne legyen inkább ilyen bug. Konflikt. Water clean. Akkor ígyük meg. Legyen meg. Nem tudom. Egyszerűen képtelen vagy. Oké, akkor kilököm. Empty, nagyon jó. Oké. Hát akkor felvesszük, rakunk bele tiszta vizet. Hol vannak? Itt vannak a kókuszok. Csak 4 darab kókusz kell elcsípjek. Igen, nagyon jó. Tiszta víz van benne, minden nagyon szuper. Hülyére száradt már. 25, és akkor mehet szépen bele a hús. Csináljuk a húslevest. És teknősre kell vadásznunk, hölgyeim és uraim. Rakd be a halnak a gombát már, mint a csapdába. Ez nem hülyeség. Ez amúgy nem hülyeség. Hát a szereti gombát. Bár mondjuk én, ahogy a halakat ismerem, valószínűleg inkább ilyen hernyókat ennének. Tessék. Egyétek, halak. Inkább hernyókat, kukacokat, ilyesmiket kellene használni ahhoz, hogy be tudjam őket bétálni. Na most nem a halat raktam bele a levesbe. Meat soup. Meat soup, igen.
Meat soup. Igen, oké. Jó. 2x72 proteint ad. Az amúgy nem rossz. Az amúgy nagyon-nagyon nem rossz. És hogyha nem is romlik meg, akkor gyakorlatilag egy olyan technikát fedeztünk fel, hölgyeim és uraim, amit jó, hogy nem mondunk a játékkészítőinek. De egyébként ilyen csalásszintű. Na lássuk, hogy mit fogunk kreálni ebből a 25x25. Egy már összegyűlt benne. Halászték. Lássuk, mit fő ki belőle. Szerintem ezeket a gombákat inkább a növényevőknek kellene kipakolni, ugyanúgy, mint ezeket a gyümölcsöket, amik 5 óra múlva megromlanak. Valamint szerencsétlen Gergő is megromlik 5 óra múlva. 28 protein. 2x28 protein. Jó, oké. Hát akkor én ezeket megeszem. 5 óra múlva úgyis megromlanak, úgyhogy kicsit túlesszük magunkat. Lehet a játékban túl lenni magunkat? Nem tudom. Bár lehet, nem lenne rossz csinálni egy csapdát? Nem? Egy csapdát. Ja, még nincsen meg a csapda. Aha, killer trap. Log 4, long stick 1, rope 7. De nem megesszük. Hagyunk néhányat. A kapibárát azt pedig bele fogjuk rakni az újabb teknősbe. Csak ugye üres a teknős. Fel kell tölteni vízzel. 31, ez elég. Valamint raknom kell a tűzre, mert eléggé sovány. Jó, hadd följön. Nagyon jó. Oké, azt hiszem megfőtt a leves. Kíváncsi vagyok, hogy ez bezöldül-e. Csináljátok csapdát, én a halakból élek. Nem biztos, hogy én abból fogok. Szerintem én el fogom menni a vízdisznókért, és le fogom vadászni őket. A kérdés csupán csak az, így a továbbiakban, hogy ebbe az irányba, igen, ebbe az irányba fogunk kijönni, hölgyeim és uraim, és megpróbálunk a lehető legszélebbre menni, ugyanis a bázisunkból szeretnék kialakítani majd egy 3x3-as zónát. És ez a 3x3-as zóna közre kell fogjon. Kezdünk el akkor építkezni a továbbiakban, most már stabilizálódtunk, már eléggé boldog vagyok. Egy frémet, aha, ide már le is tudok rakni. Egy újabb frémet, ide is. Oké, ha szerencsénk van, erre ki tudok jönni. És akkor ez mondjuk nem is kell. És ez lesz a feljárom. Oké. Akkor még egyszer. Aha, ezt le kell bontanom. Ezt vagy le kell bontanom, azt az építményt. Vagy itt van valami, aminek nem kéne itt lennie. Lehet, hogy le kell bontanom azt. Jó. Elég energikusnak érzem még magam ahhoz, hogy mondjuk elmenjek, aztán kivágjak néhány fát. És szerintem a környezetem is támogat ebben, úgyhogy nem fog rám úszítani egyetlen egy őslakos sem. Nem raktam a tűzre, mi? Mert arra leszek figyelmes, hogy kialszik az egész francba. Vonállevél. Focus hay. Wow! Hát, hogyha itt vannak csak fák, akkor elég durva írtást végeztem. Már pedig itt vannak. 3 loggal fogok visszamenni. Szükségem van még egy jó pára. 1-2 log. Meg is van. Ez az. Igen. Ez is az. Oké. Egyszer. Kétszer. És háromszor. És futás vissza.
Nem futunk versenyt az idővel, hölgyeim és uraim, mert a drasztikus részt azt már elhagytuk. Ugyanis a seblázból felgyógyultam. Többszörösen is. Egyszer. Kétszer. Háromszor. És elméletileg itt van még egy log. Aha. Itt bizony. Négyszer. Az is egy log? Az is egy log. Szuper. Oké, okay, kell még egy long stick. Hát, ha itt van a környéken. Hajlamos vagyok szétszórni a long stickeket. Ott van még log. Stick. Kötél. Nem. Az nem kell. Ez az. Stick. Ezt rá fogjuk pakolni a tűzre, hölgyek és urak, annak érdekében, hogy így ne aludjon ki a francba. Illetve kezdhetjük akkor a pálma leveleknek a begyűjtését. Mert ez a tető már készen van. Oké, okay, szuper. Tűzünk. Az életet adó tűz. Tápláljuk egy kicsit. Uno, horgászbot van benne? Nincsen, lándzsa van, ilyen horgászlándzsa, a négyágú lándzsa van. Amivel horgásznak a primitív törzsek. Anna, azért van négy ága, hogy a lehető legnagyobb eséllyel eltaláld a halat. És fel tudsz szúrni. Mert egyébként rohadtul nehéz eltalálni a halat. Nem tudom, ki próbált már lándzsával a halat fogni. Abszolút nem könnyű. Kötél. 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 Oké. Okay. Frame megvan. Jöhet a következő frame. Ide vagy mellé? Ide. Hoppá. Oké, okay, téged kiváglak, barátom. Jó, ezt arrébb viszem. Oké, okay. Azt hiszem, hogy csak ennyi volt az akadály. Ez az. Következő frame. Megnézzük, hogy állunk. Abszolút jól állunk. És még van egy nagy csomó levesünk is. Long stick. Ez viszont... lehet, hogy ez is long stick. Boom! Ne. Oké, okay, felvesszük. A logot. Kilogoltunk itt mindent. Ez is. És akkor meg is van a három. Amihez már csak egyet kell gyűjtenünk. Figyelem közben a talajt, hogy van-e valahol kő, mert nem szabad elfelejteni, hogy a campfire-t is meg kell csinálnunk amellett, hogy ezt a frame-et, ezt a keretet most így el akarjuk helyezni. Egyszer, kétszer, háromszor. És itt a környéken biztos, hogy túl sok fa van. Lehet, hogy le kell mennünk majd a következő part részhez. Vagy akár ide. Van dohánylevél, ez kivághatatlan fa. Lehet, hogy át kell mennünk a túloldalra bambuszért. Ja, elég jó kis erdőírtást csináltam. Nem semmi. Ez a log, ez pontosan ezért maradt itt. Oké, okay. Jöhetnek a long stickek. Minél több írtást végzünk, annál messzebbről kell hoznunk ezeket a cuccokat. Nem tudom, hogy mennyiben változott a respawn time, de szerintem mindenféleképpen változott. Igen. Lehet, azt csinálom, kivágok egy nagy csomó fát. Csak az energiának kell töltődni. A gergőfára vigyázzatok. A gergőfát nem bántjátok. Meddig tervezem még a live-ot? Hát még bírom. Még tervezem. Lehet, hogy ti jobban fáradtok, mint én. Vagy mentem már további jó szórakozást és pihenést. Köszi, Leo! Neked is jó pihenést, illetve játékot, hogyha játszol valamivel. Oké. Okay.
indákat összeszedjük. 7 darab van, még 3-at el tudunk pakolni. Természet kötele. Ó, ez is nagyon jó, ez is lop. Oké, ezt is kivágjuk. Jó. Akkor először elviszem a logokat, hölgyeim és uraim. 2 fát vágtunk ki, ami azt jelenti, hogy 4-et dobott, elméletileg. 4 logot. Milyen jó hangja van. Longstick. Igen, a longstickeket is össze fogjuk majd szedni. Lehet, hogy ezt a növényt kivágom. Ez elég ideges. Ennyi? Oké, akkor ez pálmalevél. Ez is pálmalevél. Majd innen fogjuk összeszedni. Jó, lehullottak. Szuper. Egy log. Kis stickek, és itt van a másik 2 log. Nagyon jó. Gergőfa. Stickek, itt van egy kis gyógynövény, pálmalevelek. Egészen jó hely, ezt szerintem ajánlhatom mindenkinek, hogyha így összegeznem kellene. Long stickek kellenek. Ajánlhatom ezt a spotot mindenkinek, mert itt van a víz, ott van a túloldalt a bambuszos, itt van a camp, csak el kell jutnotok eddig. Ami lehet, hogy a nagyobb kihívás. Mert nem lehet tudni, hogy a játék hol pakol le titeket, de valahol a biztonsági zóna környékén van esély, hogy elhelyez. Oké, 5 stick. Ez nekem tetszik, és hogyha meg tudom építeni a biztonsági bázist, amit szerintem majd csak a következő részben fogod nektek bemutatni, akkor meg még boldogabb leszek, mert akkor az elméletem az működött. És hogyha nem jönnek erre őslakosok, akkor meg főleg működik. Oda a kötél, oda a kötél. Még egy kötél, és... ez az. Kajával hogy állunk? Így van, megromlottak már. De van 3 másik bogyó hölgyek és urak, úgyhogy ezeket meg tudom enni, ezek itt nemrég jöttek. Respawnoltak. Úgyhogy ha megvan a stabil háttered, hogy építkezzél, akkor utána már nem jelent kihívást. Értem én, hogy megvan a megfelelő mennyiségű kaja. Na, hölgyeim és uraim, elmondom, hogy mit szeretnék csinálni. Azt szeretném csinálni, hogy ezeknek az épületeknek van egy olyan fantasztikus tulajdonságuk, itt a frame-eknél. Megnyitom a notebookot. Van itt egy ilyen shed. És ez a shed technikailag így kerülne elhelyezésre. Vagy mondjuk... oda. Ehhez. Ehhez hozzárakva. Bár nem tudom, hogy miért nem passzol oda. De tudom, egyszerűen csak nem akarja, amit én szeretnék. Na szóval, felépítjük ezt a seret, elmondom elméleti szinten. Felépítjük ezt a seret, ez középen van. Egyszerűen ráugrunk, felsétálunk, a tetőn végig megyünk, és leugrunk itt. Kihagyunk egy kockát az épületnek, egy másik épületet felhúzzunk, és utána csak átugrunk egyik épületről a másikra, és elméletileg, mivel nincs ugrás a játékban, veszélyesebb területeken is tudjuk ezt csinálni, és veszélyesebb területeken is akár biztonságos otthonra lehetünk. Az meg, hogy romlik-e a leves, vagy nem romlik, ezt majd a következő részben mindenféleképpen meg fogjuk nézni. Csinálok egy mentést. Ja, wake up. Save game. Elmentjük. Igen. És
szépen kilépünk a főmenübe. Hölgyeim és uraim, ennyi lett volna a mostani élő közvetítésünk. Mit láthatatok játék, ez volt a Green Hell a második frissítésével. Találkoztunk már a frissítésbe egy újabb halfajtával, találkoztunk egy újabb, azaz kettő növényevővel, valamint a békával, illetve a pókkal. Még a pumával nem futottunk össze, de annak az esélye is megvan, hogy így nyakunkba ugrik majd ez a szerencsétlen állat. Kár, hogy nem lehet fát ültetni, akkor nem kellene olyan messzire menned. Szerintem a játékban nem tartozik bele az, hogy fát akarjál ültetni, mert nem akarsz ott maradni alapvetően. Ezt a koncepciót kell mindenkinek elfogadni, illetve továbbvinni, hogy az emberünk, aki itt van, ő egy civilizációból származó ember, akinek gyakorlatilag ez most egy kínszenvedés. Mind a piócák, mind az őslakosok, mind a kaja. Mert most azt teszitek, ami benne van a hűtőben, vagy amit megvesztek a boltból, de hogyha nektek kell elkapni az ennivalót, meg elkészíteni, akkor már abszolút nem vagytok annyira komfortos helyzetben. És a faültetés, meg maga a kertészkedés, jobban belegondolva, hogy nem igazán fekszik ezzel az elmélettel, mert annyi kellene amúgy, hogy így összeszered azt, hogy meg tud menteni a párod, elmész story módba, megmented, és a lehető leggyorsabban eltakarodtok innen erről a szigetről, mert a legelső részben, amikor játszottam a játékkal, akkor láthattátok azt, hogy már több hónapja itt vannak ezen a szigeten, és a nő több hónapja végez kutatásokat ezekkel a natív törzsekkel, ezekkel az őslakosokkal, benszülöttekkel, és valami nem jól sült el, azt nem tudjuk, hogy miért most, azt nem tudjuk, hogy hogyan, és valószínűleg ezt kell majd kiderítenünk így a story módba, és nem a kényelemről van szó, nem a berendezkedésről, a Creepy Jar részéről, a stúdió részéről. Ez egy nagyon-nagyon nagy jó indulat, hogy hagynak minket építkezni. Mert egyébként nem biztos, hogy szükség lenne rá egy ilyen környezetben. Most miért kellene egy házat felhúzni azért, hogy egy embert megmentsek? Nem kell. Ez a mi részünkre egy kedveskedés, ez a mi részünkre egy gesztus, hogy olyan lépéseket is bele fognak tenni a játékba, ami a kornak megfelelő survival játékokra jellemző. Tudjál craftolni, tudjál építkezni, tudjál főzni, tudjál jobb dolgokat előállítani, mint hogy csak nyersen fogyasztanád, hogy így legyen az, hogy a természet megalkotja, az ember elveszi, és az ember a képére formálja. Ezt a hangulatot adják vissza. Na! Hölgyeim és uraim, én mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok, valamint köszönöm szépen mindenkinek a megosztásokat, a lájkokat, illetve a feliratkozást. Remélem, hogy akik így döntenek, hogy rányomjak arra a feliratkozás gombra, kapni fognak megfelelő tartalmat annak érdekében, hogy ne bánják meg tettüket. Élő közvetítéssel bármennyire is, nem jól fogalmaztam, élő közvetítéssel holnap fogok jelentkezni, és holnap a City Skyline Industries-be fogjuk belevágni magunkat. Nulla tapasztalatom van az egész játékkal kapcsolatban, viszont holnap, azt hiszem, hogy 18 órakor lesz elérhető a játék, és én így fogom verni az egeret a downloading gombbal kapcsolatban. Nem fizettem még elő, de majd holnap megvásároljuk, amint megjelenik. Remélem nem omlik össze így a rendszer. Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, én Uno voltam, és még mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!